Szevasztok, és kellemes estét mindenkinek. Én még itt szöszmötölök egy kicsikét, de majd mindjárt megy. Nyugi. Oké, meg vagyunk. Jó, szuper, teljes mértékben és 100%-osan fel vagyok készülve. Na jó, nem biztos. Minden esetre köszöntelek benneteket nagy szeretettel, üdv az idetévedőknek, üdv akik az értesítésnek köszönhetően vannak velünk, és akiket csak úgy idefújt a szél. Szevasztok! Ma este megint az egyik kedvenc játékommal fogok játszani, minden esetre lesznek még hát egészen elképesztő és prominens személyek, méghozzá Archer Bazsi, valamint Ered the Lion, valamint még ezen kívül Nivál is beesik olyan, hát egy olyan 1 óra 20 perc múlva körülbelül, valami ilyesmire lehet számítani. Veterán tartalmak fognak pörögni az eson belül, meg hát mindenféle dolog, és akit esetleg érdekel a játék olyan szempontból, hogy játszik vele, elakad benne, nem tud dolgokat, nyugodtan kérdezzetek, ne féljetek ettől, tök jó, hogyha betegeltek csetem, mert akkor sokkal jobban észreveszem. Úgyhogy ez a helyzet, és szeretném felhívni a műértő közönség figyelmét, hogy ezt a tubás dolgot, ezt most már engedjük már el, léci. Nem donate gólnak a függvénye a tuba emót, meg a pumpa emót, hanem suboknak a mennyisége. Tehát most az összes emotikon slotot, ami létezik, feltöltöttem, tehát kell még hozzá valami 100 vagy nem tudom mennyi. Tehát így... De erre nem bátorítanék senkit, tehát félreértés ne essék. Úgyhogy ha érdekel a dolog mobile, akkor ez van. Na, üdv mindenkinek, el is kezdjük lassan a dolgokat. Éppen nagy sorcerer build építésben vagyok itt a napokban, és Bazsék láttak el kiváló tanácsokkal, úgyhogy építgetem szépen, és hát elvileg már készen van egy-kettő build, amik így működőképesek, viszont valamit most így, nem tudom, így variálnék rajta, vagy nem tudom. Igen, azt hiszem így jön ki a dolog mobile. Ja. A tier 3-as emotot se lehet feltenni, vagy összesített emoz... Nem, mindenki van fullozva, tehát konkrétan mindenki van fullozva, egy az egyben. Úgyhogy ez a helyzet. Na, és ott tartottam, hogy sorcerer buildet is építek, és tulajdonképpen, ha minden igaz, akkor a tegnap előtti nap folyamán maxosra sikerült húzni az Arcanist karaktert, ami valami iszonyat durva. Egyszerűen ez a Fate Carver, ez én nem tudom, hogy ezt mikor fogják nerfelni, de ez piszkosul nagyot megy. Bizony. Úgyhogy iszletesen jó AOE, meg minden. Na, jó a karakter, ez a helyzet. Pumpa emot ért? Istenem, nem hiszem, meg komolyan mondom. Sírba visztek már ezzel a biciklivel, a pumpával, meg a tubával, és azt nem értem, mondjuk a biciklit, meg a pumpát, azt tudom, hogy azok honnan jönnek, de ezt a tubás dolgot, ezt még a mai napig nem tudom hova tenni, minden esetre gratulálok nektek. Na, üdv esetleg azoknak, akik most érkeztek a streamre, és még egyelőre nem voltak itt, és pár perce vendégeskednek a csatornán, nekik mondom, hogy itt általában varieti tartalom van, tehát mindenféle játék pörög, legyen az sztori játék, legyen az akár taktikai shooter, de olykor még az SO is fellelhető, úgyhogy köszöntjük őket nagyon nagy szeretettel. Kérdezni továbbra is ér, nagyon szívesen segítünk, és ráadásul olyan emberek játszanak most ma körünkben, akik hatványozottan értenek a játékhoz, és meglehetősen nagy tudás birtokában vannak. Félreértés ne esik, nem magamról beszélek, hanem arról a három csodálatos emberről, akikkel ma együtt fogunk hát különböző rémtetteket véghez vinni. Úgyhogy ez a terv. És veletek mi a helyzet? Igen, Milo, ez kár volna elvitatni, eltagadni tőletek, de hát én ezeket nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma. Olyan jót aludtam délután, meg megebédeltem, és egybe bedöglöttem az ágyba, néztem egy videót, és a második felére egy kb. 8 perces videó, nem is emlékszem, úgyhogy úgy elnyomott az álom mind a húzad. A legviccesebb? Hát a fésűs nyenyere, hát egyértelmű. Vagy az Anulu, vagy a Juju, hát mit tudom én, nem tudom.
Na, nem is tudom igazából, hogy mit beszéltünk Bazsékkal, hogy mit fogunk először pörgetni, hogy lenyomunk egy hat kulcsost, vagy esetleg valami egyéb tartalom lesz, vagy nem tudom. Tegnap este olyan 11 óra környékén rám írt Nivál, hogy te figyelj, menjünk már egy hat kulcsost. Hát igen, mondtam. Úgyhogy olyan fél egykor így, vagy nem is tudom, nem előbb az ennyi ideig nem tartott, de így el voltunk ezzel a dologgal. Egy kicsit, mindegy, pontos időpontot nem tudok, hogy mikor írt minden esetre. Nem így terveztem az estét, de megmondom őszintén, jól esett. Úgyhogy na, belecsapunk a lecsóba, és akkor bemutatom nektek itt a srácokat. Nivál 7 órakor fog majd érkezni, úgyhogy majd ő akkor teszi tiszteletét itt, úgyhogy őt megvárjuk, de Bazsival meg Ereddel már tűkön ülünk, és valami kontentet fogunk pörgetni nektek. Szevasztok, és kellemes estét! Hello! Hello! Sziasztok! Hello! 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 Sziasztok! Ja, hadd mutassam be nektek a srácokat. Itt van velünk Ered, aki, hát mondhatjuk azt, hogy nemzetközi raid és guild leader, millió órával a játékba, és hát konkrétan így nem tudom, hogy van-e olyan aspektusa az SO-nak, amit ne ismerne, és ez elmondható szerintem Bazsiról is. Ők ez ellen tiltakoznak, de attól függetlenül meg így gondolom, úgyhogy ez van. Úgyhogy köszöntsétek nagy szeretettel őket, mert határozottan jó fejek, és amikor kérdezek tőlük valamit, mindig olyan kedvesek, és válaszolnak, és nem küldtek el még melegebb éghajlatokra, úgyhogy Black Rose Prison, vagy mi volt, ugye? Arról is beszéltem, hogy lehet. Lehet az is. Többek között. Jó, mi csináljunk, mi legyen az első? Az én javaslatom az, hogy menjünk egy bastion imiket, az ilyen érdekes, látványos, nem túl nehéz, kicsit bemelegítünk, addig még esetleg páran még csatlakoznak hozzánk. Aha. Egy kis ízelítő az új chapterből, ugye ez a Necronba elérhető, tehát erről a zónáról azt érdemes tudni, hogy itt nem dolmenek vannak, meg sárkányok, meg mit tudom én, hanem ez a bastion imik nemű dolog, ami igazából egy ilyen mini dungeonnek mondanám én. Jó, én a Necromot amúgy se pörgettem még annyira, hogy a stream miatt, viszont kíváncsi vagyok, hogy milyen egy ilyen, úgyhogy akkor csapjuk neki. Na, mivel jöjjek? Mit szeretnétek? Mi legyen? Valami DPS, aminek van valami self-healje, azért érdemes, de 3DD-vel simán megcsinálható. Jó. Jó, hát akkor viszem a main-t. DK main, aztán hajrá. Okay, meg a poén kedvéért lehívunk egy companiont, aki majd tankolgat nekünk. Oké. Oké, legyen így. Legyen így. Nem is tudom, hogy nekem a BRP-ből megvan-e minden. Szerintem nem, ott még lehet, hogy hiányoznak tárgyak. Bár ti nagy tudói, megismerői vagytok ennek a triálnak. Mondjuk nem vagy egyedül, mert nekem is elég sok minden hiányzik. Ugye jött a 35-ös patch, ami gyakorlatilag a templárt elég szépen gajra vágta. Aztán azóta nem is nagyon voltunk. Ja, neked az nagy sírámot, hogy szegény templár, és amúgy megmondom őszintén nekem is, mert nagyon sokáig a második kedvenc karakterem volt, csak ott a sustainnál voltak problémák, hogyha jól emlékszem, vagy valami ilyesmi volt. Hogy csak azzal a triákajával működött, ami írtozat, vagy párszkajával működött, ami iszletosan drága, aminek most nem jut, heroic potion, ugye? Heroic. Aha, azaz. Ja. Jó, én készen állok az Imre, hogyha így lobbiba szerveződünk, akkor akár jöhet is. Ja, beszélsz miket, Bazsi? Pillanat, és már intézzük is. Szóljatok, ha esetleg túl hangos a játék, vagy ilyesmi, jó? Mert... A sárkányon lehet-e repülni? Kiváló kérdés, nem? Körülbelül 2-3 másodpercig rajta lehet maradni, hogyha egy nagy hegyről ráugrasz a tetejére. Igen.
És gondolkoztunk tegnap este Nivállal olyan tartalmak, hogy összehívunk pár embert így a seregből, meg így a Magyar Szövetségből, és akkor közösen leugrunk, honnan ugrunk le? Valami nagyon magas pont, azt hiszem, hogy Szíróba, vagy valami hasonló, és akkor lehet különböző formagyakorlatokat előadni, és akkor a közönség pontoz. Tehát egy ilyen tartalmakon ötöltünk és hatoltunk, hogy ez milyen csodálatos lenne. Nem rossz, egyébként a legmagasabb pont az Wrothgárban van. Onnan, hogyha leugrasz, még kapsz egy acsit is, hogyha túléled. Tényleg? Igen. És ez hogy lehet túlélni? Hogy valami tankos karakterrel? Vízbe kell landolni. Ja, vízbe kell landolni. Jó. Hogy nem telig elsz a leugrasz, hanem szépen lesiklasz a fal mentén, de az kicsit nehézkes. Közben itt megosztottam a küldetést. Ha már úgyis megcsináljuk, akkor kapjunk érte valami jutalmat, nem? Hát végül is persze nyilván. És akkor én most portoljak rád, ered? Igen, portolj rám most, mindjárt vagyok a rád portolok. Helyen. Azonnali jelleggel portolok rád. Na igen, és közben erről a Nimikről addig szerintem pár szóta még összeportolódunk, hogy ez úgy kezdődik, hogy három ilyen nagy szíkert ki kell hozzá nyírni. Aha. Azokból veszünk fel egy ilyen eszenciát, és akkor majd azzal nyílik meg a portál, amiben ebbe a, hát nevezzük ilyen dungeon félébe be tudunk majd menni. Jó, én ezt úgyis el fogom felejteni, majd mire ez megtörténik, de majd nagyon fogok igyekezni. Te ezzel a pókkal közlekedsz? Ha, ezt lehet a nekromba kiszedni, kiküldézni. Kismillió acsit kell hozzá elérni, hogy ez lehessen. Szépen világít a popója neki. Az a jó, az, hát tetszik, határozottan. Ha nem tudom, láttátok-e Bazsi, 3181 CP, tehát ezek ilyen elmebeteg számok ebben a játékban, csak ő ilyen rettenetesen szerény, és akkor így nem flexel ezekkel a dolgokkal, de tényleg, hány órátok van ebben a játékban? 9800. Én viszont őszintén megmondom, még sosem néztem. Itt, srácok, elmentünk mellette, itt van mellettük egy szíker. Ja, ott is van egy. Tudod mit? Megcsináljuk a meta taktikszot, összehúzunk mindkettőt és egy beledaráljuk. Őha. Te, itt most már megy. Igen, most már csata van. Jó. Igen, ezt a két akkor valamit csinálok én is gyorsan egy hirtelen. Jaj. Jaj. Vigyázz arra, hogy néha ez csinál egy ilyen porció effektet, hogy behúz maga alá egy ilyen kis körbe. Aha, nagyon fogok örülni neki. Ez nagyon fáj még tanknak is. Majd úgyis láttam, hogy miről van szó. Ha majd meghalok, akkor majd jól tudni fogom, majd tanulok belőle. Te valaki híled engem itt, ez... Kicsoda, mi baja van? Miért csinálja ezt? Hát szeretjük a fáj. Ha egyszerre hat meg mind a kettő, szép. Nagyon szép. Az jót jelent? Ha egyszerre halnak? Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyet, körülbelül 5-6-an szoktak csapkodni körülbelül 3-4 percen keresztül, akik nem annyira gyakorlott játékosok. Aha. Akkor ez jót jelent, akkor jót érzek, srácok. Most vissza a Vésrájhoz, és átmegyünk a Nimik bejáratához. És figyelj, srácok, ott a chaten, miért adtok ilyen tippeket, hogy unequipeljem a kardot, meg ilyenek? Tehát, hogy mi direkt szivatni akartok, vagy micsoda? És, ja, és szeretném megkérni a chatet, hogy most könyörgöm, ne váltsatok ki ilyen dolgokat, hogy mit tudom, én nem használhatom az előre gombot, meg nem kasztolhatok spellt, meg ilyesmit, jó? Tehát kisötös pontból nem kiváltani ilyeneket, nem akarok ilyeneket most teljesíteni, hogyha lehet. Igen, Todzsi, nagyon. És ez ránk is vonatkozik, ha valaki kiváltja? Dehogy, nem. Hova megyünk? Mert én itt nem figyeltem. Ugorj, látsz minket a V-Shrine-hoz, a nem. Fungal Lowlands V-Shrine-nál vagyunk mi, átugrottunk a V-Shrine-tól. Hol van az? Megvan. Ja, jó, csak okay. Vak vagyok, tehát bocsánat, semmi extra. Csak vak vagyok. El is intéztétek? Nagyszerű. Kár volt említeni, tudom, de hiába váltott ki innentől kezdve.
úgy ignorálom, mint a szél. Miért? Mr. Shadden megakadályozott benneteket? Na, örülök neki, hogy ő a célpont, és nem én. Na, ez a jó. Tanár úr, tiéd lesz a tisztelt, hogy megnyis nekünk a dimenzió kaput. Ó, ma is nyitottam már egyet amúgy. Nem viccelek. A Ratchet & Clankbe. És ezt hogy tegyem? Hogy beleugorjak? Beleugorjak. Nézzük meg, mi történik. Ja, hogy belelütyölöm a szmötyit. Úgy nézett ki, mint valami kozmikus romlott tejber is. És most megérkeztünk. És a szerencsénk van, nem bugol be, mert van egy ilyen, hát exploit vagy bug, vagy valamikor bejövünk, és akkor egyből teljesítetnek nyilvánítja. És mehetünk küldit leadni. Ez mondjuk elég tré. Nem, rendben vagyunk. Nagyon jó. Tehát érdemes esetleg, ha találok, megkérem, hogy megnyitod a térképedet, vagy így megmutassuk a kedves nézőknek is, igen, hogy vagyunk. Tehát, hogy három különböző zóna van, igen, és valamelyikben a három közül dob be. Jó. És akkor azt végigmész, és utána végül is végeztél a küldetéssel, és ugye ismétlésre az ember felfedezi az egészet itt. Aha. Jó. Én fel szeretném fedezni. Miért erre megyünk? Ja, hogy most így erre megyünk, jó? Ja, már az a kapu az le van zárva, ezt kell kinyitnunk, hogy ki tudjuk menni. Ezekre én ráugrok. Nem tudom, kik ezek, de nem szimpatikusak. Ja, rossz arcok. Le kell burstölni. Szulk szánszettel. Vissza a könyvet, azért történt ez velük. Nem hozták vissza a könyvet? Nem, könyvtáros néni mérges lett rájuk. Igen. Ja, majd bemutatjuk őt is. A könyvtáros néni? Igen. Aha. Ő is ilyen rossz arcú, mi? Én megyek. Hát itt nem tudom fölépíteni a dotokat, érted? Tehát így... Ez így ja. Hogy? Itt egy érdekesség, van egy szikrete mind a három zónának. Itt van ez a... Itt, négy darab könyv van elrejtve itt. Igen. És akkor azokon vannak ezek a különböző figurák, amiket majd ki kell rakni egy puzzle-be. Na, hát hallottátok. Valami puzzle-ezés is lesz. De ez tök jó, mert itt még én sem voltam, és... ilyen szempontból baromi jó, hogy le vagyok maradva a nekrommal, mert az újdonság erejével hat. Itt is van szép jó pár új achievement, amit bele gyűjtögetnek. Igen, és a nekromnál végre megcsinálták azt, hogy ha szépen megcsinál az ember mindent, akkor kap érte egy hátast például. Igen. Ezt a pókot, amit láthattál. Ja, hogy az a pók. Oké. Okay. Itt van a szerencseládám, egyszer kaptam bele egy nagyon értékes receptet, de természetesen most nem az volt. Na, én kaptam egy... hát itt semmi extra nincsen. Két ilyen kis semmire se való dologgal, meg egy szál adamantinnal szúrták ki a szememet. A remény hal meg utoljára az. Ne abuzáljátok a cseten, Mr. Shadden, teljes mértékben jól járt el. Ne tessék bántani. Ne tessék bántani, a védelmére szeretnék kelni, mert intézi a dolgokat serényen, és teljesen jól, úgyhogy ne bántsátok. Ne legyen közutálat tárgya. Megvéded magad? Jó, helyes. Védjed is meg. Hú. De sokan vagytok, rosszak. Várj, meddig fogja ezt itt demózni, mert ezt... Ja. Hát azért ezek a srácok itt nem valami acélosak, azért azt kell, hogy mondjam. Tehát ezek fekszenek, meg dőlnek, mint a rohadtnád. Nagyon... Hát ez még az egyszerű része. Ja, hogy lesz majd ennél húzósabb. Az jó. Ott majd érvényesülnek a dolgok. Igen, úgy van, hogy le lehessen szólózni is. Igen. Bár kicsit időigényes, de elsősorban egy négy fős csapatra lett. Tehát, hogy szóló vagy négy fős csapatig. Uh-huh.
De akkor mi ezt hárman megcsináljuk, mert olyanunk van, jó? Igen. Hát mi ennek az achievementeknek a nagy részét ered, de majdnem, hogy csak kettőről csináltuk. Uh-huh. Igen, nem volt még egy olyan... Hát akkor nem erőltetem meg magam. Nem egy ember, aki vállalta volna azt, hogy ebből 30-at megcsinált. Mekkora élvezet lehet ez, nem srácok? Tehát amikor 30 adjára ugrasz neki egy ilyennek, mondom én a veterán dungeonökkel. Ja, hát, ha jó társaság mellett, akkor simán. Mondjuk az igaz. Képzeljétek el, ezt nektek nem mondtam, de Nivál tegnap 11 óra környékén rávett egy ilyen 6 kulcsos pledge-es mókára, és hát nekem így kinyílt a világ. Tudjátok, hogy én randomokkal játszottam rengeteget, és nyilván nem egy egyszerű szituáció olykor. Hát figyelj, úgy mentünk, de annyira élveztem, úgy mentünk keresztül a dungeonök, hogy súgy, így. Ja, elkezdtük, és így olvadtak a HP-csíkok mindenhol, olyan jó volt nézni, hogy pesgett a vére, mondom, milyen jó. És itt a Secretnek a puzzle-je. Na. Azt hiszem ez volt a kettes, ugye? Az volt a legelőre, amit megnéztük. Igen, az az. Hozzányúljak, vagy inkább nem? És most ugye hármat megtaláltunk, és most ki kell találni a sorrendet. Uh-huh. Na, a sorrendet, a negyediket kell kitalálnunk igazából. A negyediket, bocs, igen. Srácok, mint mondtok, így a délelőtti streamből kifolyólag így hagyjam rájuk a puzzle-t? Vagy ne hagyjam rájuk a puzzle-t. Bölcsebb dolog lenne? Úgy érzitek? Vagy szálljak be ebbe a dologba? Segíts... Azt írja idézőjel, hogy segíts nekik. Lehető ránk fér. Hát hogyha rám van szükség puzzle-ökben, akkor el vagyunk veszve elég erőteljesen. Ez most kész van? Nem. Nem? Csak nem emlékszem, ilyen negyedik szimbólum. Ja, értem. Várja, most kell átállítani nekik, hogy egy kicsit megzavarjuk őket. A hármas az az ilyen kacskaringós. Na, ezzel nagyon jól megmondtam. Van egy ilyen szem, amiben van egy X. Egy ilyen X-faktoros szem. X-faktoros szem? Hát... Egy ilyen szem, amiben van egy X. Ez az. Ha? Na, nyitva van. Na, csak megszültük. De mi? Hát ezen én is állítottam ám, ha-hó. Igen, azt kellett hozzá. Na, nézz oda. Itt az hát, egyik secret. Nem gondoltam volna, ez egy ilyen titkos rész. Na. És ez annyira titkos, hogy nincs itt semmi. Ez is egy ilyen memória játék lesz. Ez. Igen, tehát hogy bizonyos kövek föl fognak, vagy világosak lesznek, majd utána, tehát hogy 4 darab, majd azután több meg fog jelenni, de csak arra 4-re kell állnunk, ami eredetileg világos volt. Tehát na, megnyomjuk. Vagy csak 3, mert 3-an vagyunk. Jó. Mindenki álljon rá egyre. De... Az a sarokat a tiéd, tanár úr. Én pont egyet... És ezekkel maradnunk, ja. Egyet néztem ki, de arra úgy ráállt Bazsi, mint a húzad. Ajaj, megyek el oda. Én arra rámegyek, nem tudom. Jó. Jó ez így? Igen. Megy ám itt a futkorászás. Ja, hogy ez a companion, oké. Nem tudtam, mondom, ki van itt velünk még. Elmész az a sarokhoz, Bazsi, még? Majd én elmegyek, vagy jó, akkor nem megyek. Végeztünk. Aha. És itt a rewardunk. Na srácok. De jó nekünk. Hát milyen könnyen ment ez. És ezt amúgy nem lehet egyedül csinálni? De, meg lehet. Meg lehet? Csak többet hosszabb, kell futkosnod, hosszabb. És meg kell jegyezel mind a 4-nek a helyzetét, neked. Úgyhogy így. Hát könnyebb, ez borzasztó. Szerbusz Nikita, hello. Na, ezt mondjuk szeretem. Tehát mindenféle kis puzzle-ök, harcolászás, puzzle, mítikus dolgok és... Na mindegy, hát itt kőkemény huszárkodás van. Na ott vannak a gonoszok.
Mehetünk a gonoszokra? Igen. Yeah. Yes. Amúgy is sírok legbelül, megmondom őszintén. Mert tegnap Nivál megmondta nekem, hogy dummy huszár vagyok. Úgyhogy dummy huszárnak nevezett, úgyhogy ezt majd ma verbálisan meg fogom torolni rajta. Még nem tudja, de valamilyen módon meg fogom torolni rajta. Léleksimogató SO stream? Hát hogyne? Hogy? Hát ne viccelj. Meg elérkeztünk az Zerednek a kedvenceihez. Szereted őket? Majd meglátod, hogy ez a megjegyöltem itt most ebben a kékkel, hogy ezt miért utálom. Majd elmondom, miután megvertük, hogy mennyire nem szeretem azt a boszt. Aha, a csápos. Nem szereted a csápos a dolgokat. A jobb oldali csáposat nem szeretem. Rénisza, veled ott mi történt? majdnem sikerült. A csáposokra is menjünk majd. Mire várunk amúgy? Tapsra. Ja? Tapsoltál még. Ja jó. Akkor mehet. Ha mondjátok ám, hogy mi a prió, mert én halvány fogalmam nincs. Hát igazából bátra lehet az összeset ütni. Jó, akkor mindenkit bántok. Bántani fogok mindenkit. Nem hangos a játék? Szóljatok ám, üvölcsötek! Jaj, bocsánat, csak itt közben majdnem meghaltam. Hangos, nem? Kicsit hangos. Vagy nem hangos? Hogy vagytok a kérdéssel? Nekem itt nem. Hát... neked nyilván nem. Basszus. Ezt nem láttátok? Nem láttuk. Én tényleg nem tudom, hogy mit nem láttunk, de... Elpróbálnak összevakarni. Gyorsan kapad. Baszki. Na, hello. Ja, mert ugye nincsen healerünk, ugye? Jut eszembe. Ja, azért mondtam self-kill. Jó, az van, csak abba a problémába kerülök, hogy néha elfogy a magika, és akkor nehezen self-healelek. Na, mondjatok valamit arról, chat léci, hogy nem hangos a játék. Ha hangos, akkor üvölcsetek. Nem? Biztos nem? Mörcs, köszönöm szépen a hozzászólást, igen. Na, lett egy 60k-s recept. Gratulálok. Én azt sem tudom, mit kaptam, valami gyűrűt, meg... Hát dolgokat. Valamire jó dolgokat. Na az csak mi az? Itt látnak szemeink. Hú, ez nem tetszik, amikor így felkuncogsz, Bazsi. Tehát ez sose jelent jót. Ismét figyelmeztetés a porszívó effektre. Na, mert hogy? Úgy csinálj egy kis területi maga alá, ami egy porszívó, ne kell az embereket beszívni, és az még a tanknak is fáj. Igen? Kell belőle törni, igen. Hát ez nagyon jó hangzik. Vasított üldözi a házi feladata. Nyújj! Melyik őtök nyomja Arcanist-tal? Én. Akkor a te buildedet ismerem, jól van. Hát mondom, csak megkérdezem már milyen build. Nincs még ultim, rohadjon meg. Ezt sebeznek ezek a rohadékok. Nem vagyok én tréning ruciba? Azt mindjárt le kell csekkolni. Janivel annak lesz, hogy de mikor legutóbb voltunk a pulóval progolni, akkor én is az első tressemény tréningben voltam. Heh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 
Nem értetted mi? Hol van a damage? Hol van a damage? 100 fölött ütött, én megütöttem 40-et. Hát az ilyenkor csak föltűnik a dolog, nem? Jó, hát ilyenkor már. Hát most már adjuk meg neki a végtisztességet, most már ez a 6% az most már lekepörögjön. Na, hogy? Bastion Nimic. Ennyi volt? Vagy van még? Ez volt az egyik zóna, de azt hiszem most meg lehet csinálni, ha esetleg érdekel, megnézhetjük a másik kettő szárnyát, ami így vizuálisan kicsit másmilyen. Jó, jó, jó. És a könyvtáros néni az mikor fog jönni? Ez volt a könyvtáros néni. Ez volt a könyvtáros néni? Aha. Na, tessék. Reméljük meg lesz itt, tehát hogy eredetileg úgy van kitalálva, hogy kimegyünk és visszajövünk új küldetéssel, és akkor lehet, hogy bedob egy másikba. Aha. Meglátjuk, hogy működik-e. Na. Így is, hogy csak bemegyünk megnézni. Jóó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 ó
kimegyek. Bocsánat. Hát DPS vagyok, vagy mi, tehát egy... Nyilván. Nyilván előre be kell húzni mindent, ugye ez a feladatom. Csak viccelek, tehát még miatt valaki félreérti. Na. Ez engem nagyon a izére emlékeztet az egyik arénára. Melyikre is? Meg gondolom a Vatesránba. Vatesránra, így van, pontosan. Fú, hogy én azzal mennyit szarakodtam, de tényleg. Meg a másikkal is, a Maelstrommal. Hát szóval... Itt van a Secret. Képzeljétek el, srácok, egy izét, egy olyan arénát. Most aki ismeri, ismeri, az oké. Okay. Ami, hát mondjuk tegyük fel, veterára nem egy könnyű szituáció. Tehát így, na, körülbelül ez így az alapvetés. Jó, hát hogyha 80 adjára tolod, akkor valószínűleg már nem lesz olyan nehéz. Viszont meg kell csinálni, vagy hányszor kell azt megcsinálni, hogy mindenki essen belőle? 14. 14-szer, tehát... 14-szer futsz neki, vagy nem tudom hányszor, és miért állunk itt? Mi történik? Csak hogy akartam, hogy vedd fel ezt a Synergy-t itten, hogy a nézők lássák, hogy ennek a szikretje hogy működik. Na, mindjárt meglátjátok, hogy működik a szikretje. Na és amikor bemész érted az arénába 826 millió módjára, meg kell egy dagger érted neked a buildethez, hát az embernek a hócipője ezért tele van. Már amikor 80 adjára csinálja. Én még akkor szedtem ki belőle mindent, akkor nem volt garantált drop. De valahol itt kéne látnod egy... Az úgy még durvább amúgy. Látnod egy ilyen kék gömböt, vagy valamit. Egy vagy kék gömböt? Vagy lilát. Itt ennél, ahol én állok. Itt. Próbálom nézni a streameden. Hát... Hogy hol lehet. Van egy olyan, mittem, hány másodperces késés, de én itt nem... Ti láttok itt lila gömböt? Ez eltűnt. Ezt elvileg most csak te látod. Igen, tehát az a nehézség, hogy te látod csak. Nem ti, hanem a nézők látnak. Ja, nem, mi a másik bejárattal jöttünk, bocsánat, itt kell. Na. Másik bejárattal jöttünk. Ott látom, ott viszont van, azt fölveszem. Igen, ez mi nálunk nem látszódik, csak nálad. Elpusztítottam. Úgy, mert teszetted fel a Synergy-t. Na, és egy megvan, és ebből még egy hármat kell csinálnunk, és akkor itt is meg lesz a secret. Jó. És értitek? Tehát ez az esúlnak amúgy sajátossága, hogy teli van ilyen, ilyen apró cseprő baromságokkal, amikre így rá lehet jönni, meg különböző guide-ok alapján így megnézegeted, meg mit tudom, szösz vele. És ezt én például imádtam. Mindig is. Te nem akarunk ide be? Ja, itt jöttünk, vagy... Igen, rájöttem, hogy rossz felé, mert nem vagyok térkép zseni. Tehát az az én gyengém. Hát nem mondom, hogy nekem ezek a dolgok mennek, mert a nézők itt hangosan fölröhögnek. Bárhol képes vagyok állításuk szerint eltévedni. Én a folyosón eltévedek általában. Ez az, ahol tudod, két vége van. Ja. Én ezeket is megölöm. Bocsánat. Helyes.
Meghalol? Igen, az SO-ban is van egy ilyen fontos szabály, ami nem öl meg az XP-t ad. Bizony. Azt mondja, a B-Fly, hogy ők még akkor arénáztak, amikor a trétet nem is lehetett ugye forgatni. Ugye a Transmute Station. Még én sem játszottam a játékba. Vannak ám itt ilyen kóresósok. Néhányan. Na itt mi van? Majd ide. Hú. Majd arra kell menni a boss felé, de először gondoltam, csináljuk meg a secretet, ha már itt vagyunk. Persze. Van itt valami titkos dolog. Itt van. Érted? És most gondolj bele, hogy itt van például Ered, meg Bazsi, és akkor ezeket a dolgokat ők kikutatják. Gondolod megint vett fel, te tanár úr? Fölvettem. Visszafelé kell mennünk egy kicsit. Arra lesz. Az az érdekes, mert általában balról szoktunk bejönni ebbe a zónába, és most fordítva megyünk, és úgy megzavart, de nekem is csak a KH-tól megy. Porszívó, csápos lények, egykezes katonák, igazi gyönyör a stream. Hát, ugye? Tudom én. Egykezes katona, bizony. És mennyire szeretem. Hát ezt a samurái outfitet, ezt nagyon-nagyon csipázom, tehát ez van szerintem már vagy másfél éve neki. Hát most nem építjük fel a kárbot. Teljesen felesleges. Nem is feltétlenül a legjobb build-el jöttem ide, amúgy. Majd ide kell behozni, arra emlékszem. Igen, megvan. Azt olvastad, hogy pörkölt el volt töltve? Micsoda? A kártedóros doboz a hűtőszekrényedben. Vagy mi volt pörkölt el töltve? Nekem van amúgy. Nagyon féltem tegnap az áramszünetnél, hogy kiolvadnak a pörik meg a húsok. Megint fölvettem. Én úgy benyúlom ezeket előletek, mint a húzan. Nem majd csinálj csak. Ja. Nem alattuk legalább 30-szor. Nem osz, nem szor, azt tudom. Erre is rámegyünk? Erre is rámegyünk. A palacsintád? Mi van a palacsintáddal? Ja, láttam a Discordon, ott demoztátok a különböző konyhai ételkölteményeket. Halapennyós pizza, meg ilyet is láttam, hogy nem párizsi szelet volt, hanem párizsi, nem is párizsi kocka, hanem párizsi csúcs. Valami ilyesmit demozott a Draco demonja. A párizsi csúcs. Tudod, mint egy ilyen, mint a jaltai. Tehát én körülbelül így képzelem el a dolgot. A jaltai csúcs. A palacsintád lehetett volna pörkölt el töltve? Hát azért ne túlozzunk. Azért ne túlozzunk. Na most itt mi történik? Itt is vannak. Hát itt állandóan mindenféle lények jönnek. Szerintem megcsináltak, mert valahol itt kéne lennie. Ennél. Hát nézd. Én nem látok dolgokat, tehát hogy... Ha, itt a kapunál, nem? Az már kiárat, de... Ennek a hátoldalán szokott lenni ehhez a... Én nem látok semmit. Nem látok bogyót. Ja, még egy van hátra valahol. Valahol lennie kell. Egy kérdés, ne arra, lehet le van írva valahol, de vodokat hol lehet megtalálni? Fly, YouTube-on, és itt van az összes social media platform. YouTube-ot is megtalálod közötte, mindenféle linkek és ilyen nyomkorázható dolgok. Egészségedre. Ez is fel lesz töltve, meg hát minden. Minden streamet felpakolok.
Na hova a rosszabbbe megyünk mi most amúgy? Ja. Én is elvileg kicsit tévedve, mert úgy meglepődtem, mintha ott lett volna az utolsó. De így nem láttam hirtelennyébe. Ja, erre felelesz. Igen. Ja, ő meg a kedves szeretett bocsáska emberünk. Ja, ez olyan, mint az... Medvedisztó ember, csak a bocsáska ember. Mind a Slenderman, nem? Csak igen, ilyen, jó. Hát ilyen amorf kicsikét. Ja, hogy még ez itt él. Budget and Slenderman. Igen. A Wish-ről rendelték. Na, itt van az utolsó érdekes módon, ez meglepett most. Miért ez így változtatja a helyét mindig, így bizonyos szempontból, vagy? Nem teljesen, csak már rég voltunk, egyrészt nem emlékszem rá. Másrésztről pedig a másik oldalról jöttünk be, és így mondtam, csak a kályháton le is. Ja. És belezavarodtam. Jaj, hát nem szótok. Nem szótok, basszus, hogy itt kitakarós dolgok vannak. Hát itt... Na, mindjárt átmegyek ide egy kicsikét lejjebb. Ez jó lesz így? Elfogadható? Reméljük. Mit kell már megint googlizni? Mi történik? Hol van a lyuk? Hol a lyukam? Az elején. Valahova be akarom... tenni. Ezt a goyslid. Tudjuk hova lehet? Valószínűleg az elejére kell rakni valahol. Tehát, hogy... Én most pont fordítva kell gondolkodni, mint ahogy mit csináltuk annak. Aha. Igen. Tehát van ez a híres film, ez a Tedd oda, ahová nem való című. De ebbe most nem akarok belemenni. Itt van, na ez lesz az. Megtörtént. És akkor most ezek nyitottuk egy titkos ajtót. Titkos ajtó. Jó, hogy nem izé. Titkos ablak. Ezt kikandikál a Johnny Depp. És azt mondja, hogy most jövök a hitves jágyból. Le tudjátok meg, mi történt? Na mindegy. Ez. Nincs meg a sztori. Nincs meg nekik nekem a sztori. Nekem sincs meg. Hát tudod, volt az a sztori az Amber Heard-el, hogy a bíróságon kitálalta, hogy mit csinált a kisasszony az ágyba, és hogy hújújúj, hihihi, meg huhuhu. Nem törd, Heard. Na ott van, az lesz a mi emberünk. Iszonyú gonosz, látszik a szemén. Halni fogsz. Fölvette a nagyon gonosz vagy a páncélját. Nem lesz ideje rá. Mint pedig harc közben öltözködik. Ja, hogy előtte vette föl lehet. Igen. De miért stanolnak be? Hogy képzelik? Igen, itt ez a némiknek a sajátossága, hogy itt sokkal könnyebben stunolnak, meg immobilizálnak, meg stb. Hát igen, ezt veszem észre, folyamatosan kapom itt az ívet. Hú, basszus. Kevés lesz a DPS. Felejje meg. Na, megverekedtünk azért a ládácskáért is. Igen, Mr. Shaddan, nem tudtad? Így kell, bizony. Bizony mondom néked, így megy ez. Azért megmondom őszintén, a Necromnak ez a dizájnja, nekem ez rohadtul tetszik, és ez a könyv, meg Arcanist, meg mit tudom én, ez azért szerintem bitang jó. Meg. Szerintem is nagyon jól megcsinálták ezt most. Meg csápok, meg minden. Igen, tehát ennek olyan nagy lett egyénisége. Igen.
és mi amúgy is mind egyéniségek vagyunk. Én nem. Na, azt mondja... Jó, jövök! Nem lesz materiál esetleg valamelyik... valamelyik csopiba? Nem tudok róla. Én sem tudok róla, de... ha majd megállunk egy percre, szétnézhetek. Hát ne, nem, mint hogyha most mit feltétlenül akarnám streamelni, mert azt előtte azért megkérdezném az emberektől, de így fölvetődött így a kérdés bennem, mert kicsit régen triáloztam. Na mi van ott a cseten? Jó, minden rendben van? Megy még az adás? Megy. Jó vagytok? Gondolom. Élvezik a műsort. Hát nagyon. Valaki mondta, rájött a szapora, aztán mindenkinek rájött, eszébe jutott, hogy ki kéne menni mostóba. Lehet. Valószínű. Egyszerre. Megy a stream. Őt most meg kell ölni, én azt gondolom. Igen. Az a trükk ennek, hogy ez, meg kell szétválni majd. Kitől? És mindig lesz egy igazi. A többit hiába ütöd, a nagy HP chip fölül nem megy le. Jó. Elfelejtettem bebuffolni előtte, fenelje meg. Szar az egész, kezdjük újra. Na itt megy le a csi. Bár mondjuk ez lehet, hogy nem az. A nagy csík a tetején, a képernyő tetején. Ja, boss, HP. Aha, ez nem az. Stunolgatnak szépen ezek a rohadékok, amúgy. Nem hiszem el. Aj, és bevasz, leütött hátra. A nagyot lehet ütni? Igen. Nem érdemes? Ami a bazsinál van, az eredeti szerintem. Jó. Igen, ő az. Na nem tudok healelni, elfogyott a mag. Ez van. Mi az a triál? Hát ez olyan, mint a WoW-ban a raid, csak itt ugye 12 ember megy neki egy ilyen, hát hívjuk küldetésnek, vagy nem tudom, több kisebb bosszal, és akkor a végén egy naggyal, és olyan itemek esnek a végén, amik nagyon jók. Ez így a harci helyzet. Hát úgy képzeld el, mint a WoW-ban a raidet. Ő az igazi. Kb. Hát csak nyilván jobb. Hát ennyi. Na ezt megkentsük meg, ami itt van? Igen, ez az. Jó. Hű, basszus, leestek a dotok. Ah. Az ember egyedül jön be, akkor már 4-5 kopit tud magáról csinálni, az így rendkívül izgalmas, hogy meg keresi mindig, melyik az igazi. Uh-huh. És akkor ide most bemegyünk. Igen. Hú, fél óra múlva megérkezik Nival, nem tudom, addig mehetünk valamit majd, nem tudom, hogy hogy végzünk ezzel, és akkor 4-en már mit tudom, hogy le tudunk pörgetni gyorsan egy-egy pledge-et, vagy nem tudom kinek mi éppen a terve, hogy Black Rose is mehet, vagy kicsit arra rákészülünk, bemelegítünk, mit tudom én. Amire esetleg a kedves nézők kíváncsiak. Ja. Na, itt lenne a lilának a fő bossza, hogyha az lenne a küldetésünk, de ugye nekünk az első zóna volt, ez csak ilyen érdekességképpen járjuk vissza a többit. Uh-huh. De akkor megkérdezem a nézőket, mire vagytok kíváncsiak? Van valami olyan, amit úgy megnéznétek szívesen? De tényleg, akár lehet bármi hülyeség is. Tehát én nagyon szívesen demózom a játékot, így meg annak különböző lehetősége. Itt most megint vannak népek.
Magamra haragítom őket. Ez a harmadik őket. Zóna. Megint nem buffoltam be először. Ugye az előző zónában a főboszt aztán bírjuk megmutatni, mert ugye nem az volt a küld, ilyenkor az nincs itt. Mindegyinek kicsit más a hangulata, meg stílusa, meg más jellegük a jellegek a mobok. Jaj, az tanulós nénikédet most már. Nem ismered a játékot, így a szakértőkre bízod magadat. Telvár farmot szeretnének látni, menjetek a fenébe, de tényleg. Az is nemet fettem már úgy. Jaj. Na, itt az kell, hogy a kapcsolom, aki kapcsoljuk először a gáz. Aha, jó. Ezt a füstölgő vizét. Én ezt most fölmerjem venni? Na, úgy van, hogy itt van egy könyvecske leírja, az a lényeg, hogy ez kell a secrethez, hogy csak egy színűt szabad felszedni, és abból kell három darab. Tehát nem szabad se sokat, se keveset, tehát hogy... Jó. Úgyhogy válasz egy színpirosat, vagy zöldet kérsz. Hát nyilván a piros. Nem, a kék? Olyan nincs sajnos. Hát nem baj, csak hogy tudod, a gyaloggalop. Mindegy. És ennél az a metatactics, hogy az egyik ember fölveszi mondjuk csak a pirosokat, jelen esetben ugye te, a zöldeket meg majd ered veszik. Jó. És akkor, amelyik előbb kigyűlik a három, majd azt fogjuk felhasználni a secrethez. Na, tessék, itt ilyen logikai dolgok vannak. Megnézzük, szerintem lehet, hogy pirossal fogunk dolgozni, csak hogy a nézők is lássák azt az érdekességet, ami ebben a secrettel jár. Azt hittem, hogy azt a szint, hát mondom, miért zöldet nem látják szintévesztők, vagy mi bajuk van. De figyelj, én találtam itt egy ilyen amorf lepkét. Mi ez? De ez mit csinál itt? Ez csak úgy van. Erre jársz, tanár úr. De nem, hát itt ez a lepke. De nem szerem vagyok, hanem egyszerűen itt röpköd egy ilyen, hát nem tudom mi ez. De nézd meg, ott. Ja, ott fenn. Teleg. Hát gondoltam, ilyen... Mint csak ilyen kis dísz. A legfontosabb érdekességeket meg kell mutatni. Ez a kis nixed, ez egy ilyen aranyos kis mobocska, hogyha elsőnek megpróbálsz light-ot akolni, akkor kikerül és kinevet. Csak ja. Másodszorra lehet kinyírni. Aha. Ja. Ide megyünk. Szerintem nem fogunk farmolni, gondolom én. Nekem most nincsen elleg meta karakterem összerakva, így a PvP-vel tehát úgy kiégtem, de úgy annyira, hogy így ránézni sem bírok a PvP-re. Hát mint én ezelőtt egy fél évvel, de körülbelül. És amúgy meg nekem se meta PvP karaktereim vannak, mert már fél éve, tehát a fél éves meta van. Na, tehát az meg már valószínűleg nem biztos, hogy lehet vele nagyokat gurítani, bár vannak meglepetések olykor. A robbanó mágus és egyéb ilyen csodálatos karaktereim. Bemegy a nagy tömeg közepére és pukkant egy hatalmasat, és többen meghalnak. Van egy ilyen szuper képessége. Ennyit tud meg a nevét, de ezt mondjuk konstans is bármikor. A híres robbanó mágus. Egyébként, nagyon érdekes, van egy olyan build, hogy van az a Witches of Obedience set, hogyha... Itt a piros. Itt egy piros, ott a piros. Már veszem is. Van egy olyan set, hogy Witches of Obedience, ami igen? Azt jelenti, amikor megölsz egy játékost, az ugye felrobban, és akkor a körülötte lévőket is robban. Bocsánat, Vicious Dead. Vicious Dead. Bocs, igen. Főleg. Annyi név van itt a... 8000 setből, igen, az a Vicious Death. Na és van egy olyan, hogy megiszol például egy mérget, ami téged sebez, és megölöd vele magadat, és akkor ugye te vagy a játékos, akit megöltél, tehát fölrobbantod magadat, tehát tudsz csinálni öngyilkos merénylőt, ilyen nagyon extrém buildeket is lehet csinálni, ilyen érdekességképpen. Szevasz, Petya, szép estét, ha esetleg nem mondtam volna. De lehet, hogy mondtam, nem tudom. Mondtam? Most mondom. Hova megyünk? Ide? Bemegyek. Következő. Itt lesz valami csúnya. Hallom. Egyelőre 2-1 a te javadra. Az már két pirosat talál. Te nem találtál zöldet? Nem.
csak... Majd most fogsz mindjárt. Igen, tehát ezek nem együtt vannak, hanem mindig szanaszét. Az első együtt van, utána meg szanaszét szétszorva. Majd figyelek. Középen van egy ilyen sárkány szobor, azt majd ne aktiváld még kérlek, ahhoz kell a három darab buff, amit felszedsz. Ez a három kehely. Mekkora béka. Akkor lesz jó, máskülönben elrontjuk és akkor úgymond jó. Nem lesz. Én nem nyúlok semmihez, az a biztos. Hát mennyien vannak ezek még? Ogre sámán. Milyen szép dolgok ezek, egy ogre sámán. Ezt a kettőt így viszonylag így nehéz elképzelni, legalábbis nekem, de... cuki. Hát pedig beiratkozott Ogre Sámán szakkörre, és nagyon szépen elvégezte azt. Ilyen OK is, azt mondják a szakértők. Ja. Én is gondoltam még Ogre Sámánnak, de aztán a szüleimről lebeszéltek róla, hogy az nem jó ötlet. Nem hagyták, hogy megvalósítsd az álmaidat. Hogy te Magyarország legkiválóbb Ogre sámánja legyél. Jaja. Hát igen, és ez nem vezetett életközepi válsághoz amúgy? Ott az ölt tudsz. Kettő-kettő. Igen. Kettő-kettő most. Srácok, ti nem akartatok bármikor is Ogre sámánok lenni? Vagy ha akartatok, akkor mik akartatok lenni, amiről nem gondoltátok volna, hogy akartok, de aztán mégsem azok lettetek? Troll sámán akartál lenni, Tóth? G. És mennyire sikerült? Ki mi akart lenni? Én amikor gyerek voltam, ilyen pár éves, akkor mindig azt mondtam, hogy lukugró akarok lenni. Csak hát ez a lukugró, agyámik meg néztek, hogy nekem mi bajom van, nagyon pici voltam még, és kiderült, hogy a lukugró az a barlangász akar lenni, mert gyerekkoromban aszmás voltam, csak kinőttem, kellett menni a barlangba, mert az jót tett az a levegő állítólag. És hó barlang? Hát nem tudom, hogy most mennyire volt a sós, de attól függetlenül... Jaj, kiugrok az AOE-ből. A tapolcai tapolcai barlangba mentem, és akkor ott kellett rohangálni, meg játszottunk. Rohangáltunk a lámpákkal, meg ilyenek. Eso barlang? De ne hülyék. Eso barlang, igen, az. Na most ezzel mi? Ezt nem nyomom meg, ugye? Ez az, ami... Nem. Egy pirosat kell neked még találnunk. Egy pirosad. Most jó megtekerted. Ó, Gabi akart zebra lenni. Azt tudom. Mert belül zebra lélek, legalábbis ezt mondta. Tóth G akart troll sámán lenni. Én lukugró akartam lenni, ami nemes egyszerűséggel barlangáz. Ki mi akart még lenni? Na lesz már valami olyan ellenség, aki ugye egy kicsit úgy... Na ott egy piros. Aki egy kicsit megszorongat minket, vagy ezek mind ilyen... Mindjárt, tehát most, hogy megcsináljuk a secretet, utána meg megint majd jön a zónának a bossa. Az jó. Az a jó. Itt a piros. Hol a piros?
Ja, a szín meg komp akart lenni. Ja. És sikerült. Ezek a kályhek így random vannak, hogy tehát vannak ilyen fix helyek, és azok közül némelyeket kiválasztja mindig a játék, hogy hol spawnol. Mint a ládák. Igen, igen, úgy. Iszok egy kortyot gyorsan, aztán mehet, csak... Jaj. Itt érzem, hogy lesznek enemik. Hát itt már váltunk az előbb. Rosszul érzem. Ja, csak körbe mentünk, gondolom, megnézni a cuccost. Igen, ja, megkerestük a kelyheket. Szerbusz, Dredd! Hello, hello! Szép estét! Te mi akartál lenni kiskorodba? Mint most ez vetődött fel. Mint téma. Na itt van megint a pillangó. De innen jöttünk, nem? Igen, igen. Oda megyünk vissza. Hogy csak tudom? Ugye a Secret miatt összeszedtük a kelyheket. Ja. Na, és most és kérlek, tanár úr. Azt mondd meg nekem, Léci, még mielőtt itt bármi történik, eltekerem a tekerentyűt, vagy bármit is csinálok, hogy ezek a dolgok például, hogy itt most hányat kell összegyűjteni, ezek hogy derülnek ki a játékba? Jó, én ezt értem a guide-ok alapján, amiket elolvasunk az interneten, de azok a guide-ok, azok mi alapján születnek? Na, tehát itt az első kelyhet felvettük, ott volt egy kis könyv a játékba, ami leírja, hogy egy felajánlást teszünk Periájtnak. Igen. A betegség Dédra istenségének. És az a lényeg, hogy nem szereti a mohóságot, de sukarságot sem. Tehát hárman kírja konkrétan, hogy legyen túl sok, vagy túl kevés az adományod. Tehát ezért kell pontosan a három. Tehát, hogy ez alapján három és csak egy fajtát szeret egyszerre. És akkor ez így derült ki például erről. Aha, tehát akkor ezek így... aha, jó. Igen. Igen, csak nyitott szemmel kell járni, hogy ezeket a kis guide-okat megtaláljuk. Hát persze, hogy ja. Ne. Ja, úgyhogy ott a szoborhoz, tanár úr. Oda megyek. Megteszem a felajánlást. Ő neki, ennek a hosszú nyakunak. És én azt, hogy feláldozod egyikünket. Tényleg? Na, melyik ötök legyen az? De várják, így külön kell mindegy. Most odahánytam a lábához. Hát nem fogja ez zokon venni? Tehát, nem, hogy... ez alatt váltad. Tehát, hogy kellőképp beteg vagy, jelezted neki, úgyhogy beengedett itt a szobába. Itt jó. Ez a könyv így elmozd, és akkor itt lehet bemenni. Aha. Tehát azért ez mennyire jó már, nem? Fogtam magam, oda mentem, lehánytam a lábát. És ennek köszönhetően kinyitotta ajtaját. Na ott vannak. Meghalnak. Megint nem bukkoltam be. Hát nem is nagyon kell ezekhez. Nem, ez annyira nem nehéz. Hát ez, igen. Ugye ez van, hogy a dolmenek helyett ebbe a zónába. Mm-hmm. Hát végre, hogy legalább van valami újítás, meg na. Hallom, tegnap előtt teljes mértékben lehaltak így a login szerverek, mert kimentek a Starfield review kódok. És elkezdték tölteni az emberek a Starfieldet. Azt nem mondtam, hogy ezt miatt tudtam, hogy így a szerverekkel gond volt. Ja, valami 5 órán keresztül nem tudtam belépni, és mindig azt hittem, hogy a kódot írtam mellé. Tehát mondom, 15-ször egymás után, azt nem hiszem. És akkor ezt mi most itt teljes mértékben? Ja, meglett a harmadik secret is. Yee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 e
neki nem kell több évvel vesződni. Nem, buffoltam, nem muffoltam, Tóji, nem muffoltam, buffoltam. A buffolás az ebben az esetben azt jelenti, hogy ezt a Flames of Oblivion-t háromszor megnyomod,
háromszor, és akkor látod ott az a kis hármas számot a középen ott fölbukkan, és akkor a következő sebzésed az ilyen bitang erős lesz azzal, amelyiken a hármas van. És akkor az nagyon jó neked. Bizony. Ilyen dolgokra kell figyelni például a kokádék. Úgyhogy buffoljatok ti is be. Vagy aki muffolni szeretne, az muffoljon be. Hát most nem tudom, kinek mi. Nem baj. Nem baj az. Na itt van ez a Vogor the President. Tessék, egy kicsit nagyobb kihívás lesz. Vogor az elnök. Pestilent amúgy, de szép nagy állat. Na be is. Megy az elnök választásra indul, de valamiért nem kedvelik a jelöltet. Ja. Szerintem a higiéniában lehet probléma, de ezt nem adnak. Azzal biztosan, az már érződik. Ahó, ebben állok? Hát abban igen. Na jó. Most haladatlaná vált, az adnokat kell leütni. De ne varázsoljál ott. Nem varázsolsz. Na most már lehet gyepálni, nem? Mert... Igen. Igen, majd megint lesz egy ilyen fázisa. És megint az adok. Miért megyünk bele az AOE-be? Követ minket. Ja. Ohadék. Hát ez semmi! Ez semmi! Ez lófügy. Na. És akkor mégis megnéztük az összes zónáját, meg a helyi bosszokat. Jó. De ugye a küldetés csinálnám még a fő boss mindegyik zónához, de így egy elég volt belőle. Jó van, ja, oké. Nekem tetszett, ez cuki. Ez cuki. És kaptunk valami, nem tudom, valami űrletes skint. Amúgy, hogy... Ha megcsinálnánk ezt a részét, tehát hogy meg lenne még az mellette, hogy megcsináltuk valami a küldetést, hogy a három fő boss, mind a hármat megöljük. Igen. Még az hiányzik egyedül neked. Igen. És akkor kapsz egy petet például, egy ilyen Dwarven Sphere-t. A pet az nem érdekel. Őszintén ja. Szóval a petek engem idegesítenek ebben a játékban. Ja. Tehát így nem tudok mit tenni, ja. de egyszerűen zavarolok. Ez a robot cucc. Ja. Jó. Akkor egy napi random, vagy mi menjen na. Most? Ha mindjárt itt van Nivál, akkor már ne kezdjünk bele valami hosszabbba, akkor toljunk le valami gyorsat. Valami megnézhetjük. Mókásan. És küldét adjuk le előtte gyorsan. Ja, azt még leadhatjuk gyors. Jó. Nem esetleg lehet portálni, már itt vagyok Necronba. Na, és vagyok én is. A Flames of Oblivion nyomogat? Micsoda? Kit nyomogat? Vagy miért? Vagy mi a baj ott? Te várjál! Én mit csinálok itt, hogy... Hol adom le? Kinek adom le? Gyere utána. Itt fent. Tennél a Dark Elf néninél. Temple jobs available here. De hol? Itt, ahol ugrálunk. Ja, várja, lehet, hogy a tanár úrnak még nem csinálta meg az intro questet, úgyhogy nem látja az NPC-t, vagy igen? Ja, most már látom. Oké, megvagyunk. Megvagyunk, szupi. Ez jó ez a kis Necrom, nem? Tökre tetszik. Nekem nagyon bejött ez a chapter, így összességben nagyon tetszett. Hát azt sose felejtem el, amikor életemben először Shimmerimbe, vagy Shimmerimbe hol is volt az? Mindjárt mondom nektek.
Hol van? Simerin, azt Somerset, nem igen. A Somerset, ez gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű az a rész, ez baromira bejött. Ott akartam magamnak venni egy kisebb villát, meg ilyen dolgokat, és akkor így elterveztem, hogy majd én ott élek így lélekben. Azt... Mi legyen közben, addig toljunk egy random normát? Mehet, mi? Mehet, vagy persze. Veteránt? Veteránt, hát ne... Oké. Akkor nyomunk egy fake heal-t, aztán majd meg lehetünk kapunk egy tankot. Hát, ha kell, én is tudok váltani tankra gyors. És nem ilyen skill caller peak, meg ilyen hasonlók lesznek, hanem valamilyen végig rohanós. Jaj. És akkor melyikünk a tank? A random. Egyet. Ja, random lesz. És megdobottam már megint. Hű, ez erős lesz. Ez erős lesz. Fake kill-el meg főleg. Még nem látom, hogy mi. Majd mindjárt meglátod. Én sem. Nem dobott be. Jaj. Hát, bizony. Jaj, bizony. Ez így érdekes lesz. Ilyen végig rohanósba toljuk. Jaj, még portolok be. Hát a tank az ilyen végigrohanósba akarja tolni, ahogy látom. Nagyon-nagyon nekiíramodott. Nem baj, majd alkalmazkodunk hozzá. Oké. Úgyis az elején derül ki, hogy tudja, hogy mi van. Bújik-e a szikla mögé, vagy sem. Ebbe is lesz küldim. De ne. Ja, értem már, mit csinál, beigrohan a végére. Így van. És akkor ráadni az encounter. Ja. Így van, pontosan. Ezt így szokás csinálni. Teljesen jó. Nem nagyon szoktam normálok, tehát nem szoktam randomokkal nagyon menni én. Örülj neki. Hát mindjárt ott vagyunk. Ha csak be nem húz. Ja, csak na most, na most okay. A jó. Tanknak mennyire rossz lehet, hogy nem tud adott esetben olyan gyorsan rohanni. Nem kimondottan szeretem ezt a dungeont. Jaj, nem fogok odaérni, nem fogok odaérni! Jogi, én se. Meg lesz az, ne aggódj. Jaj. Jó, várjál, felszedlek. Anyád! Csak simán benéztem, mert nem hiszem el komolyan már. Próbálom szerencsétlent felszedni, de hát nem akarja az igazat. Az addokat is kéne ám amúgy náspángolni, mert balhé lesz. Kicsit lekvítjük az addokat, aztán szerint vasi. Mert közben nehéz kell tenni, amíg ezek itt nem tudom. Nekrofon szeretném. Jó, hogy jó. Erre ráküldöm az ultit, az a biztos. Anyád. Jó, nincsen heal. Jó, most már van. Hol van? Itt van. Csak a bossra. Most már csak kivégzőzni a boss-t.
Az egy teraptot, ha valaki tud, más kövé fog dermeszteni. Kerül. Ez most már megvan. Hogy örül most a tank szerintem, hogy látja, hogy, hogy vágják az emberek, hogy mi van. Nem mindig van ez itt így. Ezt remélem úgy fogja tolni, hogy majd a két fa szörnyet majd így egymáshoz édesgeti, vagy nem tudom, hogy mondjam. Keresztül rohanunk? Ezek szerint igen. Ezek szerint igen. Oké. Gyerünk! Az meg nem igaz. Megszállta a szarvas ember a karácsonyfát. Ott a szarvas ember, látjátok? A szarvas ember. Jön a szarvas ember. Az igen. Na és akkor, nem tudom, én megyek a másik fáért. Az a tervem. Magamra haragítom. Jó. Bár itt ő meg királt, hogy a mobokat szedjük le. Na ez már jön. Már támadni akar. Láttátok, srácok, támadni akar. Mit kell tenni, hogyha támadni akar? Mit tanultunk a Souls Parkba? Hogyha valamelyik lény támadni szeretne, akkor mit csinálunk? Odalopózunk, és mi történik? Vigyázz, támadni akar. Igen, elhangzik ez a vezényszó, és utána mi történik? Mit csinálunk? Nem, nem a visszamennyél. Nem, ennél sokkal szofisztikáltabb. Ennél sokkal szofisztikáltabb dolgok vannak, amiket lehet csinálni. Hát nem emlékeztek? A másik fával mi lesz? Azt nem öljük meg? Vagy az a mi a tervetek? Hát valószínűleg elviszik haza, de lehet, hogy le kell ütni. Haza? Na igen, ott néz ki majd a nappaliba. Így van, B-Fly, ott a helyes megfejtés. Ott a helyes megfejtés. Érzem már a nyelveden van a helyes megfejtés. Egy az egyben. Nem, nem kell szólni szexuális zaklatás pandának. Nem. Neki nem kell szólni. Istenem. Rájöttem, én nem szeretek DK-val self-heal-ezni. Nem jó. Nem jó. Nem tetszik. Nem jó. Nagyon nem jó. Istenem, de jókor ultiztam, mert komolyan mondom, hogy különös tehetségem van szarütembe ultizni. Ez alap ebbe a játékba. Hát nem, hát valaki nagyon precízen tolja ezt a kérdést. Nekem nem mindig megy. Most én ultusztam rá a levegőre. Helyes. Nagyon helyes. Srácok, ti szoktatok jó ütembe ultizni? Véletlenül? Vagy nálatok mi a helyzet ezen a téren? Nagypapám ultizott még jó ütemben, elég rendesen, amúgy. Ők nagyon nyomták. Bizonyám. Na most jön majd a szép része ennek a dungeonnek. Az igazán szép rész. Hú, az elfakult a medvéig. Hát, ha ügyes, akkor igen. Tessék, fogadjuk. Elérje a tank a medvéhez. Elére a tank a medvéhez. Induljon a szavazás, srácok. Cseten szavaztassuk meg. Elére a tank a medvéhez. Ismétlem, elére a tank a medvéhez. Halál nélkül már mit értem. Előbb-utóbb elér.
Tenivár írogat nekem, most már otthon van. Szerintem. Lehet, hogy én érek el előbb oda. Hogy? Hát szerintem lehet, hogy én fogom behúzni a népet a buliba. Megharapul! Jaj, van meg nem! Megy a tank, megcsinálja, eljut, eljut. Nem jut el, majd én előbb érek oda. Ő amúgy is heavy páncélba van. Én meg gyorsabb vagyok. Aj, egyszer haltunk, basi. Szerintem elér a tank a medvéhez? Tógyi, legalább te találtál egy százast a hídon, de hamis volt. Ez olyan, mint hogyha gazdálkodj okosamba, mint hogy kihúztál volna egy kártyát, hogy tessék, megkapjátok még az ultimat is, rohadékok. Na. Mindjárt medvénél van. Nézzek, és előbb kiderül, hogy elér-e a tank a medvéhez, mint ahogy szavaznak. Na, én elértem odáig. Én berántom, de lehet, hogy meg fogok halni egyből. Sanszos. Ott a tank, beértél, láttam. Fél perc. Olyat prediktelek, hogy az ég leszakad? Na, én már tolom. Leesett a kárb, hát mi lesz most? Szar az egész. Itt jönnek a bomber wolfok. Hát ott medve. Aki ott a chaten kérdezte, hogy ez a medve? Ez a medve, bizony. Nézd meg, ilyen böszben egy fehér állat. Mi kell az a synergy, mert fogy itt a cucc. Új, most vigyázz. Ó, nagyon jó. Istenem, de hogy fogyhat ki? Na, láttam a közepére. 2%-nál, hogy szakadjon rá. El fog jutni? Jól előre jelezted? Helyes. Nem baj, nekrotankunk van, rezultival felszed minket. Gyerünk, nekrotank! Hát a... Használd a rezultit! Meg fog halni, figyeld meg. Á, nem, most meg aztán pláne. Kifogyott már nagyon szigorú. Huka. Még hogyha kiment volna abból, de szerintem esélyelem volt. Na, akkor... Majd máshoz szóval meg lesz. Várakozáson felüli méretű példány? Az. Határozottan. El is a kérdés, hogy mi volt előbb, az ember vagy a medve? Ennél a druidánál. Nem tudtam eldodzsolni. Sorry. Nem majd szedlek. Bebétálom, hogy rám jöjjön. Tolom neki, ami csövön kifér, csak... Charge-ra
Van olyan rész, ami nem AOE? Most tényleg. Nincs. Igazából a medve formájában kéne az, hogy rácsárgyoljon ezekre a kövekre, és akkor kevesebb lesz, de túlütöttük, miatt csinálta volna a charge-ot. Ez nagyon jókor jött ez a dolog. De meghalt a tankunk is. Ja. Rakok be egy barriert arra a villámos kivégző fázisra szerintem. Jó. Jó, az jó fog jönni. Srácok, drukkoljatok ám, hát ez most itt, ez ilyen nehéz szituáció. Hát igen, itt egy igazi healer nem lenne rossz. Igen, tehát ezt nem biztos, hogy 3DD-vel kéne csinálni, de hát mindegy, nem baj. Most már így alakult a random dungi. Várjál, még a tanki berakja a cuccait, hogy kicsit ő is buffosabbra jöjjön. Valamit most okosít amúgy az ember, az biztos. A sokat sejtető Marilyn M nevezetű játékos. Na most már tudja, hogy mi van. Mi vál a váróban van? Nagyszerű. Majd behúzzuk, mindjárt csak letoljuk ezt a bosst. Ha sikerül. Ezt nem tudom kihílelni, ezt a cuccot. Dodge-olni kell ezt. Ja. A farkasokat. Nem, a... Ja. A lightningot. XP-t, kivéve a medve az idő. Bizony. Itt is érvényes. Na most fog átalakulni, megint medvévé, figyelj! Igen, jön a villám. Jaj, de jó. És barrier. Hát bizony. Bizony. Erőszakos egy ellenfél ez a medve. El is futott a tankunk, megyünk fut már a következő dungeonbe. Hát jól teszi, hát igazából. Nem, hogy ügyes volt. Abszolút. Inkább egy ilyen rohanós tankot kapunk ki, mint aki minden trespekkel lehal. Teljes. Azt a vaszat, hogy egy ilyen tankot kapunk ki, mint engem. Norbi, csek, köszönöm szépen nagyon a harmadik hónapot, és üdvözlünk nagy szeretettel. Köszi szépen a támogatást. És köszönjük King Wolfnak is, Aravinnek, Offline Turtle-nek, és Erednek köszönöm szépen a követést, és Kolbász Pro, de jó neved van, hello, és köszi, hogy itt vagy. Várjál, Nivált azért behúzom közbe, és akkor itt mehet a szervezkedés. Szevasz, Nivál, hello. Hello. Ali. Hello. Na, figyelj, mi már itt végigtoltunk egy... Mit toltunk? Előbb egy nagyon fontos kérdésem lenne. Na, ja Jézusom. Nem ez a Maci most a Star Baldur's Gate 3-ba egy légyotra? Oho. Micsoda? Ezt most ismételd meg, légy, hogy kedves? Nem ez a Maci most a Star a Baldur's Gate 3-ba most egy az a légyotra? Meg itt megöltétek. Ez a Maci.
Jaj, nem hiszem, hogy nem érted. De értem. Nem. Te igen, de tanár úr nem. Én nem értem. Mert mi van? Tehát te még nem csináltad a Baldur's Gate-be, akkor ez a lényeg. De lehet, lehet, hogy én egész sokáig eljutottam vele. De spoilerezzünk, mert én a feleségemmel játszom, és... Hát játszik. Szerintem ez már akkor is tudja, hogy a csukott szemmel jár a világba. Ja. Lehet romantikus interakció egy druidával, és... Aki maci formában van. Aki mehet maci formába, tehát megkérheted, hogy visszaváltson. Tehát egy maci formájú druidát képzeljek el? Nem, egy rendes medvét, csak tudjuk róla, hogy druida. Ja, de hogy mellékállásba, vagy hogyan? Fú, ezt nem kellett magyarázni, elég kemény. Mellékállásba druida, vagy mellékállásba medve? Főállásba druida. Ja, értem. Főállásba druida. Hát, ez hihetetlen, hogy nem jött át. Kicsit szony vagyok, pedig erre készültem már itt meg a halthatatokra. Ja, hogy te ezt előre reszelgetted ezt a poént, hogy na majd most akkor megérted. Hát amúgy meg vagyok rá sértődve. A nézőknek készültem, de látod. Meg vagyok rád amúgy is sértődve. Miért? Hát mondtam itt a nézőknek, itt hogy miket mondtál rám tegnap, hogy ilyen Pars híró, meg Dami híró vagyok, meg ilyeneket mondtál. Meg sértettél, belegázoltál lelkembe. Nem. Csak azt mondta, hogy ne a dummy híroktól vegyed a bildeket. Jó, mert azok úgy nem igazán működik csak. Életben. De én ezt tudom nagyon jól. Csak mi a szar csináljak, hogyha amúgy ebbe a rohadt játékba, és most már elnézést, de hogy ezt egyszer nem értem, hogy ha már tudnak csinálni trial buildet, tudnak csinálni farmoló, ilyen buildet, olyan buildet, miért nem lehet egy olyan buildet, ami olyan balanszolt mondjuk a dungeonre például? Miért nem lehet egy ilyet is kirakni? Na, az. Üzenem a nézőknek, várjál, itt van Style, aki előbb írt. Ha bármire ő biztos tud válaszolni, lehet zaklatni a kérdésekkel. Ja, amúgy tényleg, nyugodtan. De itt vagyunk mi is, vagy legalábbis ők, akikkel játszom. Ami keményen fogunk küzdeni a Black Rose-ból, úgyhogy... Ja, az mondjuk Style. Lehet. Ludak, köszönöm szépen nagyon a második hónapot, és üdvözlünk nagy szeretettel. Üdvözlet itt a bázakeretjeimet élő hagymahai gáló szakkör kihelyezett tagozatán, és a gondatlanságból elkövetett streamek lelőhelyén. Szevasz, köszi szépen, hogy itt vagy. Medvehai gáló szakkör. Engedd el. Engedd el, de tudok még ilyeneket mondani, a babos döbrétei szürke marhadíjugrató szakkör kihelyezett tagozatán, és ebből még van egy csomó. Na, szóval itt a helyzet az, hogy valamilyen tartalmat fogunk pörgetni, és az pedig mi lesz? Begyűjtem a napi kraftos cuccokat. Merünk otólát hemberegni BRP-be, azt beszéltük, nem? Hát jó kis breakdance party lesz. Az biztos. Mindenki az a webben, hogy bejön. Kicsoda? Most akarok, ne? Yes. Kit? Ugye azt beszéltük, hogy jövök egyet healerrel, kicsit nyugisabb legyen. Amennyire nyugis egy Black Rose tud lenni. Virágszedés? Igen, mert már lassan az esóban a virágszedésre buildet gyártanak, meg mit tudom én értem. Csak hogy miért nem lehet egy ilyen jól balanszolt mi a fenét kirakni, ami úgy kb. Úgy mindenre jó. Amire mit tudom én, hogyha szólóba akarsz szórakozni, akkor fölcsapsz egy pél ordert, aztán jó napot kívánok. Érted? Tehát egy ilyen viszonylag kiegyensúlyozott buildet, ami így AOE-be is jó, meg egy kicsit azért single targetbe is jó, hogyha éppen úgy van, meg mit tudom én. Tehát hogy mi nem lehet egy ilyet kipattintani? Ezt sose értettem. Ott van az Arcanist, amit átküldtem, amivel most is vagyok. Jó, ez gyakorlatilag mindenre jó, egy igazi Joker. Ezzel egyetértek, csak mondjuk Stamsorciba küldje nekem egy ilyet, ami hasonlóképpen jó. És mondjuk nem heavy attackos, mert attól nem, nekem az nem jön be. Ja, én egy percet kérnék meg, közben állam végigért a kávé. Jó. Szóval kiruhannom. Oké, hajrá. És jövök vissza. Jó. Oké, én is kiugrok egy pillanatra, mindjárt jövök. Menjetek, hagyjad. Addig kell engedni a gőzt, hard előtt. Nivál elmondja, hogy működik a stamina shorty build. Hát van 10 killed, azokat működ hello halomba, és jó DPS-t csinálsz. Így röviden. Na jó van, akkor oké, és dungeonben milyen szettet vegyünk fel? Ruhát, valamilyen ruhát vegyél magadra, és nem esztelenül gyere, mert ez nem az a játék. Mondjuk esetleg a Soul Xan az jó lehet? Aegis Scholarrel? Az leginkább triába használatos AOE setup, Soul Xan most jelenleg. Hát, de Bazsi meg ezt mondta, hogy a Soul Xan meg a izé. Félre beszélt.
Félre most beszél? A ilyen dungeon build-ek leginkább úgy néznek ki. Na, ezt mondd meg nekem. Klassz függően, hogy mi az erősségeit a klasszodnak leginkább. Van egy 5-6 set, amit általában használnak, és ezeknek a különböző variációit használják leginkább. Ez helyzetfüggő, boss függő, trash függő. Most éppen konkrétan, ami most itt Black Rose-ban jó lesz, az amiben végülis most miben vagy, szerintem az, az jó lesz. Vagy most? Az biztos, hogy jó lesz. Mibe vagyok? Mindjárt mondom neked. Zán, fullos Zán, valamint Releken, Perfected Releken, meg Pilár. Az jó lesz. Pilár, és nyilván a szoknya van még, a mítikus szoknyám. Hát itt elég sok a sebzés, talán a kiltes az nem igazán jó lesz itt, mert rengeteg a sebzés, tehát nem igazán fog jól uptime-ot kapni. Ja, ez mondjuk igaz. Jó, felrakjak mást. Hát, ha ilyen a bírod, akkor most ezt megbolygatni, kicsit problémásabb lesz, gondolom úgy. Pontosan most tőled pont nem látom, hogy mi van bírodek konkrétan. De ha a kiltes setupod van, akkor el van egy tolva, gondolom a setup, és az most itt hirtelen megcsinálni, meg tudod oldani? Meg. Mert zános vagy kiltel végül is, nem vesztesz semmit. Meg tudom oldani, mert vannak dolgok. Tehát itt a ládáimban lapulnak még itt rejtett tartalékok. Neked is, Aquilla. Hát, hogy is mondta? Ki mondta, hogy ugye léleksimogatós szombatesti SO stream? Ki hazudta ezt a cseten közületek? Melyik volt az? Rénisza talán? Vagy valaki más? Valamelyik csaj mondta. Emlékszem. Ki volt az? Nem meri magára vállalni, mi? Nem. Ki volt? Na melyik volt? Keressétek meg. Jó, és akkor mit tudom, én fölrakok helyette egy... Igazság szerint, hogyha kilted van, akkor általában egy monster szettet szoktak használni, nem használnak monster szettet. Látom, neked mind a kettő megvan, tehát nem mi? Igazán van mit cserélni. Hogy van ez most akkor kirakva? Ez nagyon szépen. Ez úgy van kirakva, hogy az án az fullos, tehát vállas és fejes. A releken az Jackie, öv, kéz, surranó, és nyilván a szoknya, és van még egy reledaggerem. De a szoknya nem lehet, hogyha kiltes vagy, most mondtad. Akkor hát a szoknya a kilt. De megvan a relekemből az ötös, csak az egyik dagger releken. Ja, értem. Érted a cheesy-ot? Aha, akkor el van csúsztatva kicsit. Jó, akkor figyelj, csinálj. És Begbáron mi van? Begbáron? Pillar of Near Greatsword. Le tudom cserélni ezért a Masterra. Hagyjad így, jó az így. Hát akkor meg minek esztergáljuk itt a semmin? Nem kell, csak ha kiltes setupot használnak, akkor nem használnak monstert általában, de neked ki van rakva, tehát ott vagy. Két prokkoló setnél meg lehet csinálni. Tehát, hogy ugye a relekven is prokkolós, az effektje attól, hogy változ, még megmarad. És ugyanúgy a Begbar, aztán Pillar volt. Igen, csak 6 másodperc, 5 másodpercnél többet ne töltsél Begbáron, akkor elveszted a relekben. Annyit biztos, hogy nem fogok. Annyit nem fogok szerintem. Ez DPS-et, vagy mi ez PvP-szettek, ugye? Ez PvP-szett, itt még kell, hogy legyenek dolgok. Voltál már itt bent a nádor esetben? Hol? Black Rose-ba? Aha. Mindjárt megnézem, szerintem voltunk. Pont veletek voltam. Azért mondom. Együtt voltunk itt legutóbb. És meddig jutottatok? Végig. Végig ütöttük egy akkor óra. Akkor elvált eredmény 45 perc maximum, úgyhogy gyere. Jaj, ne, ezt az achievement hajházhatot, ezt hagyjuk. Tehát egy, ne. A 45 perc az semmi acit nem ad, csak mondta egy számot. Ha én szeretnék fetrengeni, akkor fetrengeni fogok. Mondjuk jobb is lesz így, hogy lesz egy healer, mert azért nem fogjuk túlütni. Ja. Az is igaz. Majd a Neannikákat bemutatni közben. Na jó, hát valami vagy. Ki tankol? Janivál, te leszel. Láttátok... Tankoltok, én jövök DPS-sel. Láttátok ezeket a CP-ket? Tehát ilyen 9000 órákat mondott például Ered is, hogy ennyit elszórakozott ez a játékkal. Tehát az én nem is tudom hány órám, valami 5000 vagy 5000 környékén vagyok most, vagy valami hasonló. Ezt leszögezném hamar, hogy nekem is Basinak csak azért van ennyi CP-nk, mert mi segítünk a kicsiknek, ha húzik el valami. Na. Hát de az is játékban eltöltött idő. Lehet vele flexelni, tudod, így valamire biztos jó. Ered, a másodikra és a negyedikre lesz ugye akkor purge? Igen. Oké, akkor mehetünk. Orrime-ot használok, középen lesz majd a...
akkor egy Riot Mirage-ban meg SPC van. Akkor nem Orolime-ot veszek körül, ne? Szerű, hanem mondjuk... Megtörtént az első gyilkosság. Ja, és fontos egy momentum, hogyha valamit megölsz az esóba, ott is van egy nagyon fontos, amit meg kell tenni. Na mit? Ez. Ja igen, tehát tíbegezni kell mindenképpen, értem. Nem javaslom, mert följelenthetnek érte. Tehát SPC hogy... és mi volt a másik? Powerful Assault és Ozezer a monsterem. De kemény vagy. Menjek Jolnába és akkor az úgy jó lesz. Az úgy klasszik. Te hogy volt ez itt? Én már nem emlékszem. De várj még egy picit. Ja basszus, nem jöttök. Gyere ki, tanár úr. Ha már kijöttem. Már ki is kifutottam. Most már speedrun nem lesz. Nivál, szabotáltam itt a rekordkísérletedet. A 40 perces a speedrun, azért mondtam 45-et. Már jók vagyunk. Na akkor mentem Jolnába és akkor ez így megvan. Rabba. Na, jól összeraktuk, akkor mehetünk. Pulgetrapper gondolom kim van. Igen. Fohatszoljon. Leginkább középen állunk, majd szólok, hogyha nem. Jó. Majd körülöttem és mindent, ami oda húzok meg, ami jön, azt körülöttem. Srácok, ez nehéz lesz, hogyha most küldjétek a chi erőt, meg úgy egyáltalán. Nem akar a PM aktiválódni, mert szerintem rossz párra raktam a skillt. Ezek nem akarnak jönni, ezeket úgy kell berántani ide. Hú, de pörög ott a csi erő, köszi! Ez volt az első? Az első kör. Az első kör. Igen. Az első arénám. Márkus, szakítsátok, lőjétek meg. Hűha, hogy itt azt kell elképzelni, hogy minden egyes ilyen résznél van, mit, azt hiszem 5, ugye? 5 ilyen forduló, vagy valami Rebel hasonló. Igen. Ötödik a boss, igen. Ja, ötödik a boss, igen. És ez volt a második most. Nem húzott be? Nem húzott be. Azért nagyot megy ez a Fate Carver, ha sokan vannak főleg. Júj! Takítottam. Az jó, köszi. Besztánoltak közben, nem tudtam odaérni hozzá.
Na most mi történik? Nem jönnek le. Ja, nem szakítottuk a túloldalt a tizet. Oda lett az Unchain, nem baj. Amúgy én már beírem, ha egyikünknek megvan. Most jön, középen kezd, amikor a meteort nyomja, hogy ki kell menni és blokkolni. Hova kell kimenni? A pirosokból. Csak rá a társaidra, mert adjon lapítja őket a meteort. Ja, hogy amikor te kapod a meteort. Igen. Jó. De ki írja, gondolom. Igen, csak most. Forogni majd, forogni a tűzzel együtt. Jó, vége. Istenem, a jól időzített ultik bajnoka vagyok. Taktikusan időzített. Igen, meghal a bosszért, és abban a pillanatban már csapom is le az ultit, ahogy az kell. Akkor is nem burka. Ez volt igen. Az első. Meg egy slipperit akarok berakni, mert most az előbb megjártam. Okés. Gyellent vagyok. Na milyen volt? Mit lehet erre mondani, Chad? Hogy ez most így... Milyen? Hogy miért mentél be? Még nincs itt a félcsapat. Ja? Hát csak egy picit mentem be, fele egyem. Hát, ez az. Nem baj, most már itt vagyok. Megyünk gyorsan. Hát de nem történt semmi. Jó, itt meditálunk mindig. Itt idehúzok kávé minden. A nagy csápik, amik oldalt vannak, azok alá nem menj be. A kicsik az előfordul, hogy egyszer-kétszer alá mész, azt majd megoldja az ível. Nagy csápikat mindenféleképpen kerülni el. Oké. Nagyon jó volt. Köszönjük. Ez mi volt? Ez a veszmedék volt. A nagy csáp. Belentél alá. Kaptál a nagy dotot, amit nem... Alatta voltam. Bocsi. Ennek a lövésébe sálljon vele senki, mert az is feldobja azt a nagyon erős telekópot, de ott is akkor esetleg meghalsz. Hát amikor ezt csinálja. Azt nem tudom, hogy miért van nekem ilyen rettetesen kevés staminám? Most mondjam, vagy mutassam. de tényleg miért? Hát dobálom itt azért az orpokat. Micsoda? Rosszul használod. Na mit, de mit?
most így nem tudok erre most válaszolni, majd utána, akkor csinálják meg a zónát. Hajmota. Hát jól, nem menj. Hát nem igaz. És ez volt csak az első, ugye? Második, csak a harmadik. Ja, akkor főleg. A Black Rose az egyik legkemegebb tanszalom szerintem így 4 főre. Igen? Igen. Ja, 4 főre, ja, így abszolút érthető, igen. Viszont ha van egy nagyon jó kantunk, ugye, aki tapasztalt is. Nem igaz, megint itt volt fölöttem a rohadék. Nagyon sokat tud segíteni? Nem vettem igen, észre. Igen, tehát itt a tankot nagy rész viszi a csapatot. Gyert, bacsi, a baj ki. Ugye. Igen, abban nem lakik. Bocsi, kérdés közben nem láttam. Ja. Semmi gond, húzom. Ja. Kellek, jó gyorsan, jó. Meg ott. Miért volt fölöttem? Mert sétál. Semmi gond. Majd, Bácsi, majd mindjárt keltem, elment fölőled ez a cucc. Valaszú halljon, ahogy tudunk. Már a boss lesz. Öljük minden addot, ami csak szembe jön, nagyokat is, mert nem mindig át tudnánk ütni, hogy legyen a dölős verzió. Ami kijön, ad fókusz. Kezdek én holna. Rendben, én tartogatok biztonsági barriert, szerintem. Köszi. Nem bököd meg, majd én. Szállás, figyeljünk. Nem. Álljatok rám, kérlek. Én kimegyek, lehetnek folytatom a munkát. Kapkallek, munka.
Az meg elfogyott a kajám. És be vagyok stunolva, nem tudok dodgyolni. Muszáj addok a csalani. Jó. Jó, van maszú, van maszú, van maszú, van maszú. Beragadtam. Jó, akkor majd így lesz. Ja. Stekkelni rám van maszú, lehet amögött vagyok. Ja, én halottak, nem fogok tudni hílálni, hogy készültek. De most miben haltam benne? Benne is voltam a körbe. Nem, mert van maszúnak a sugara. Készüljetek ja. Mindjárt elé. Halljunk meg a mota. Halljunk meg a boss. Jaj, bocs. Kiválasztak. Talatos egy boss ez. Ja, itt már megkarcolódtunk egy párszor. Én nem erő csodálom azoknak, akik ezt megcsinálják halál nélkül. Ja. Hát ugye ez egy nagyon erős keresztű szerintem így egy csapatnak. Emlékszem, mi is, Bazsi, aztán mennyi volt? 4 óra volt az első Black Rose-unk? Veteran Black Rose-unk. Mikor benn voltunk először, jaj. Nekünk 5, úgyhogy tényleg jobbak voltatok. Mert... Középen állunk csak, kb. Odaadok mindent. Az infúzereket majd, ha meglátod, akkor szakítsd azonnal. Mert felbukkolja a csapatot és a sokkal erősebb lesz úgy. Tökéletes, igen, ezer rögök meg egy basszus. Kíváncsi, hogy csöpen számolják, hogy ez már hanyadik. Hányadik rossz ulti volt ez? Hát harmadik talán biztos. Hadd csak élet számoljuk, mert nekem volt egy pár rossz. Egy hort. Azt mondta egyszer egy nagyon bölcs ember, hogy az útival nem kell várogatni, az mindig, amikor van, azt le kell csapni. Igen, ez így van, csak mi az utolsó mag, utolsó 10% HP-ára tetted. Így van, pontosan. De nekem lesz a legjobb kivégző damage-et, úgyhogy legalább ennyi, tudod? Ja. Na most kellene még egy ulti neki, az a biztos. Na hány van még? Kettő, a harmadik kör csak. Uh-huh.
Ó, oh, Fly, köszönöm szépen, nagyon köszi szépen a támogatást, és üdvözlünk nagy szeretettel itt a babos döbrétei repcealszaló szakkör kihelyezett tagozatán. Köszönöm szépen, nagyon. Na most jön az ulti, figyelj, kapd el! Na ez... Na, első jó időt, ez most... Ez most mit? Dupla ulti volt, nem is kaptak egy dumbreaker-t. Király. Azt mondod, ideje volt a jó ultinak? Igen, ideje volt a jó ultinak. Abszolút igazad van. Köszönöm szépen még egyszer. Azt kérdezik itt a srácok, hogy az Arcanistnek a beamje az kivégző-e, vagy sima skill? Hát sima. Az egy sima cucc. Vagy a válasz az, hogy igen. Hogy megölnek, vagy hát is, ami elé kerül. Igen, de igazából, na, tehát nagyon erős, ennyi a lényeg. Tehát X HP alatt nem sebez nagyobbat, ugye, mint a többi kivégző. Így van. Mondjuk egy Killer Blade. Vagy egy Whirling Blade. Ami már 50% alatt ez egy nagyot arat. Az amúgy nagyon jó a sorcinál. Stam sorcnál. Jézusom, Fly! Azt hittem, hogy a Warden medve jó a stam sorcinál, és így nagyon kell gondolkodtam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az... Nagyon szépen köszönöm az 5 subgiftet. Köszi a srácok nevében, és tényleg, hát elképesztő támogatói attitűd. Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. Oda néz, kúszik. Burn, bármilyen nagy ad jön, az burn. Nagyon szépen ezt köszönöm még egyszer. Atrók, azok mindenféleképpen prió, az atrók prió, jön. Hát szeressétek meg Flight, de nagyon gyorsan itt emiatt a megmozdulás miatt. Köszönöm szépen. Két kell, ugye tudod, hova kell bemenni. Két vajra, főleg három valamit fordulva menjél be. Várj, megátkozott, mit csinálok? Kékbe menjél be, de egy kékbe. Már akartam, csak akkor már késő volt. Semmi baj, szedlek. Jó, oké, megvan akkor a mechanika. Erre már emlékszem, csak egyszer meg kellett hallnom hozzá. Tessék, itt a jól időzített ulti megint. Az infusereket kéne ütni, mint az állat. Hogy... Kékbe, menj be. Ó, és halljon meg, hogyha nem nagyon, akkor halljon meg. Ha nagy, előbb a nagy... Itt az halljon meg gyorsan a nagy, utána a boss. Jó a boss. Ennyi. 200 ezer HP, boss. Több időn el kell foglalkozni, csak boss. Jó. Szép. A maradékot megfelelni. Csak boss nélkül könnyebb. Oké, ennyi. Ó, hú, köszönöm szépen Fly nagyon az illetékesek nevében. Köszi szépen ezt a brutális subgift bombát. Mi vezérelt erre? Nem tudni. A medve volt. Tetszik neki a műsor. Na, most jön a három boss ugye egymás után lesz. Egy pillanatot kérek, itt váltok valamit? Csak nyugodtan. Okay. Én addig berohanok egyedül szokás szerint. Ja. De kell majd izé megint, ugye? Igen. Van bent. Csak beraktam ezt a Warden erdőt, azt tapasztaltam, hogy itt esetleg az jó jön. Ugye? Írtózatos szábgi bombák. Okay. Pörögnek. Köszönöm szépen nagyon. Várja, meg is szeretünk, jó? Szeressétek meg! Hát.
Mehet? Igen. És középen vagyunk, tehát még lesz minden. Minél nagyobb, annál veszélyesebb, úgyhogy jó. Minél nagyobb, annál veszélyesebb? Uh-huh. Jó. Ugye? That's what she said. Ugye? Igen. És hallom, ahogy... És ezért eszembe nem tudom, hogy mondjam magyarul. Értenek angolul is a nézők, mert sok angol játékot játszunk, úgyhogy nincs gond. Jól időzített ulti csaplerátok kivételesen. Kurva krokodil már, hogy nem akar megdögleni. Ja, a fishing szimulátorból ismerősek ezek nektek, értem. Hát ott is. Na most miben haltam meg, ezt mondjam. Cure, nem volt cure. Ja? Ja, fú, bocs. Dolt megölt. Nem baj. Ez healer hiba. Semmi baj. Sőt, hát igazából kicsikét boldoggá is tettél, hogy nem én bénáztam el. Ilyenkor örülök. Kivételesen. Hát ugye az alap csapat összeltes, igazából nem bénáztad el, mert te mentél a csápig alá. Na jó van, oké. Okay. Jó, rendben van, én volt a szar volt a DPS is, Nivá, tudom. Meg... Várjál, mi vagyok? Tami Hero. Dami huszár, bocsánat, huszár, elrontottam. Huszár ládás, úgy van, én volt 2000, huszár. Huszár, igen. Jön a boss, figyeljünk, mindjárt fokoladunk. Itt a boss 60-ig kell leütni, hogy elmenjen. Közben minden is lesz. Ott fokolad. Jön az ulti, a jól időzített ulti. Nyomtam egy fal. Nem felejtjétek, ki kell majd vinni a meteort. Most van. Na, elsőre tudva. Hú. Ez az a négyes, hogy ez a négyes aréna az, ahol a legtöbb csapat elvérzik, hogy itt nagyon sokáig nem jut át. Hogy jön ide, Petya, a Cicsolina? Tehát esetleg eszedbe jutott a méltán híres Oboa Boa című népművészeti formakincs, amit a művésznő dalolt bársonyos hangján. Hova kuszik ez a boa? Ismeritek amúgy? Az Oboa Boa című nótád? Cicsolinától? Ered Bazsi Nivál? Én nem ismerem. Nem is, hogy meg kell ismernetek, majd meg kell mutassam stream után. Zárjunk mutára, kaptok egy ultit rá, most! Amit az ön kifér. Gyerünk! Küldje neki! Mota! Mota! Meghalt a mota. Boss, trió boss, valami kicsi kijön belőle. Azt is őjük majd. Jól időzített ulti, lecsap rá. Na most innentől addig küldjük, amíg meg nem döglik. Na jó, nyilván nem, de hogy... Üssük át a boss-t, igen. Jó. Maradéka. Nem adott semmit, akkor jó. Vesz, halljon meg egy semmit. Jó. Hova kuszik ez a boa? Isten. A bőre tyávi. Így szól a nóta, zseniális, imádom. Vagy ismerős. Na látod, meg lesz az. Azt se felejtem el sose, amikor a bíróica ilyen bőrszerkóba vonaglott. És ő volt a Metal Lady. És a pokolgép együttessel vittek véghez ilyen emberiségellenes büntetteket, amit így
hát így színpadra vittek. Boss, ami a csövön. Hol a boss? Jaj, hol? Ott van. Ugyanaz a felállás, a kék vagy akkor kerendrom, az egyetlen vándorló kéked a földön a nóstra. Jön az ulti. Jó, és most jön a három egymás után. Először a mágus, próbáljuk meg minél hamarabb leölni. Utána az íjász, ha valami külön az íjászból, az trió külön megöl minket. És utána a végén lesz a vámpír lány. Na, kezdjük! Hova kuszik ez a boa? Ebből nem lesz gonorrea. Vagy igen, így valami ilyesmi szöveg volt. A bőre tyáááá. Betavar ki. Nem tudom, nekem sose jött be a Cicciolina, amúgy megmondom őszintén. Először a vámpír a mágus hallja. Melyik az? A Enodius. Az megvan. Meteor. Hajjon a Bamas. Na, Bamasu. Bamas. Olyan komoly neve van. Kicsit elszégyelled magad. Valaki azt mondja neked, Bamas. Meghalok, nem. Kéket nevet föl véletlenül, mert ha kell majd és nem lesz, akkor valaki meg fog halni. Mert a mágus, akkor mondani a piász. Jaj, közel vagy. Jaj, ne! Jó, maradt szed helyen, nem szaladgálsz. Ha még ezzel nem jár, most maradunk itt, nem szaladgálunk. Jó, jó. Jó, mehet tovább, piász. Jó, kijött belőle valami, az a prió, bármi is jött belőle. A hacsi. Bármi jön be, ezt nem kapuntiálni fogjátok a sarat. Gondor katonái vagytok. Hát oda nem ment a text, halljon meg a mota. Halljon meg a mota. Hát nem hiszem el. Most hova lett a mota már megint? Mindig elmegy, és követni kell, mindenki rám. Nem kell, megoldom egyedül, nem kell, menjetek ölni, minden tud szembe jön. Ott a mota, az ide is jött, jó lesz így. Próbáljátok az kristálya kelteni, vagy? Hát ez... Ebbe hogy haltunk bele? Így mind. Engem még ugye PA-val kicsit rosszabb a stamina, mint számítottam. Úgyhogy nem tudtam kidodzsolni. A csonti, nem? Ami a most csont, a prió. Jó, mehet a maradék boss. Hol maradunk itt? Marad, nem szaladgál, maradunk itt. Csak le kéne pörgetni már, ja nem lehet. Ijász is most már mehet. Képbe nem menj bele, mert ha kiogja, akkor nem tud lenyomni. Tök mindegy, melyik most csak valamik halljon, meg utána az utolsó. Kékbe menj bele, itt van mellettünk! Na, hát belementem, azt nem aktiválódott. Mentél bele, pont ez volt baj. Ezek halljanak meg nagyon gyors, mint utána az íjász. Jó, ment az íjász. Hol van lett az íjász? Rám mindenki él, mert íjász. Ott az jól időzített ulti? Pont kiugrott belőle. Hát lett volna. Nagyon szép lett volna, nagyon szép befejezése ennek a... Igen. Jó, ennyi.
Ez szép volt, azért az elsőre lement. Ez, na. De azért meg is csiklandozta egy kicsikét így... Igen. Az embert, ez a rész. Itt azért figyelni kellett, volt kapkodás. Ja, itt csinálod kell. Valahogy sajnos nem lehet elmenni mellette. Itt ugye a sárga szellemeket szedni kell, csináltad már valaha? Hát egyszer veletek csináltam, így indult az adás, hogy veletek egyszer megcsináltam. Most nem tudom, hogy mit kell csinálni, de emlékeztessetek, Léci, valamint a szellemekkel kell, oda kell vinni, ami oda szembe van. Éleszek a középső, mert a múltkor is az voltam. Annyit tudok, jó? Csak nem tudom, hogy mit csinálok. Amikor ilyen kékes lesz a képernyő, ugyanúgy, igen? És sárga alapú szellemet kell szedni. Ha ötödiket fölveszed, azonnal berobbansz, négyig jó vagy, és azt kell majd bevinni oda a totembe, ami szembe van. Tehát akkor szellemek körbe-körbe karikába menni, és amikor kijelölt titeket, akkor kaptok egy ilyen aurát, és látni fogtok egy sárga alapon lévő szellemet. Tehát a föld lesz alatt a sárga. Ez nagyon fontos, hogy a föld lesz alatt a sárga. Igen? Azokon kell átmenni, fölvenni, de figyelj oda, ha egy picivel mellé mész, már nem veszed föl. Tehát figyelj oda, hogy fölvedd. Ja, ilyen volt, erre is emlékszem. Kettőt, hármat, ahol ott azon a területen van, azon a háromszögen van, ahova le kell tenned azt, úgy azokat fölveszed és beviszed, ennyi. Legyen próba, hogy lássad, lehet. Ja, ugye annyit csak még, hogy ide kiszedik, nem kell ugye ide purge, ha jól emlékszem. Ide nem kell purge, viszont ja. A izét meg kell ölnötök, tehát arra figyelj nagyon. Ja. Hogy lesznek ilyen totemek majd random, itt, ezen az oldalon belül, azon az oldalon belül, a túloldalon, balra, jobbra, mindenhol poppoltak ilyen totemek, azokat prióba meg kell ölni. Tehát amint lepoppol, azt ölöd, tanár úr és pasit, oké? Okay? Yes. Igen. Majd észre fogod venni, meg szólók is, ready? Jó. Vagy középen állunk végig, minél kevesebb szellemet tegyél föl, mert az ötödik szellem rád kerül, azonnal meghalsz, és ugye számít az, hogy ilyen szellemet, ami még nem sárga, azt is fölveszed. Ja, igen, ez is volt. Kék lett a szellem, nem sárga. De ezek kint szarakodnak, ezek a szellemek, ezek nem jönnek be itt középre. Ahogy megyünk előre, egyre beljebb jönnek, majd is hármasával fognak keringeni. Jó. A totem. Az ajtóban van egy totem, azt... Ja, ma intézem. De majd fog. Az ilyen gyorsan meghal. Totem jobbra. Vengeful Revenant. Jó, mert kivégzőre a Revenant. Igen, az a vége. Mindig ilyen Revenant a vége. Jövőben a harmadikban, ha jól emlékszem, ott fél utol is jönnek. De amúgy mindig ez vége a Revenant. Ennyi. Első lett, úgy webből is 5 van. Időben kik voltak azok a sztárok, akiket preferáltam? Hát... Mike Portnoy. Ő egy baromi jó dobos például. Őt még a mai napig nagyon csipázom. Hát annyi ilyet mondhatnék. Lesokkoltak. Várjál, szedlek gyorsan. Köszönöm. Szólni vál, hogyha valami nagy gebasz van. Az meg ne. Hát... Én próbáltalak szedni. Szedd, amikkel tök kristály kell. Jó. Köszönöm. Próbáltam interrupttal segíteni, aztán belesétáltam a hülyeségbe. Nagyon-nagyon sok embert követek, vagy illetve azt, amit csinál. Tehát nem vagyok egy rajongó típus, de egy csomó olyan tevékeny ember van, akinek például a dolgait követem. Tehát ilyen mondjuk Alex Gray, hogyha így a digitális művészetet vesszük alapul, vagy Hugh Syme például. Iszonyatosan jó képzőművészeti alkotásaik vannak, digitális árt amúgy. Hát rengeteg zenész, tehát most ezeket hadd ne soroljam fel. Okay. De úgy, hogy így kimondottan ilyen nagyon-nagyon rajongó legyek, hogy ilyen nem nagyon van.
szerintem. Nem. Vannak színészek, akiket imádok, Kevin Spacey, Al Pacino, Robert De Niro, Anthony Hopkins. És Meryl Streep, Sharon Stone és a többi. Tehát sorolhatnám ezeket még így napestig. Nagyon sok embert tisztelek különböző dolgaikért, amiket csinálnak. De ilyen rajongó típus nem nagyon vagyok. Fogtam a bejárattal. Mehet a Revenant? Persze. Jó, csak hogy jó tütök-e. Igen. Bármi tütsz, az jó. Nem nagyon van jó. Oké. Fejemet a falba. Tényleg egyre közelebb vannak ezek a mocskok. És nem tágítanak, mint Vazul néni. Kint van egy bejáratnál. Mert egy ulti valakinek van. Van? Egy jól időzített ulti? Ismét. Igen, ez vagy fekertesett. Megküldjük azt a Revenantot most úgy. Jó, elvileg most jön. Most lesz majd a sárgás fázis, majd szólunk, mikor. Ez az utolsó? Fogad tankolni majd, vagy? Közép, igen. Oké. Hát a mögében van egy erős kívés. Ha fut vissza, akkor is erre figyeljetek majd. Jó, nem beszéltük, meg én megyek majd jobbra. Meg balra, talán beszéltük közép felett. Hát te bejárat többre, bejárat a balra, ugye? Nem. Most figyelj, kaptál egy ilyen aurát, és a sárga alapúakat vedd fel itt a háromszögetbe, és tedd le. Nem, át kell rajta menni. Egy maradt, azt túléljük, nem gond. De háromba belehalunk már, három és fölötte, arra figyeljük. Kaptok egy ultit, ami a csövünk. Tehát akkor sikerült. Hurrá. Igen. Mindjárt a következő menet, figyeljünk. Most. Ugyanaz a feladat. Vagy még egyet kell. Nem, egy, oké. Hadok halljanak. Jó, megfoghalni, figyeljünk, túl sokat lefeltem a szellem. Megfoghalni, figyeljünk, azonnal próbáljunk megkelteni.
Én is megpaltam. Pont besztárnolt a rohadék. Itt ahol én vagyok. Kristály. Megvan. Ó, de ügyes. Az ellenfázis van csinál. Muszáj klenzelnem. Te zöld vagyok, az mit jelent? Menjek klenzelni a totemhez. Tehát, hogy az a karikába. Bocsi. És nem is fölvettem egy szellemet is a rohadt életbe. Próbálj kelteni hátra külön csinálni. Ja, de ezért a totemmel nem valószínű, igen. Ja, a kövek nagyon dobálnak, én is abba haltam bele. Újra kéne csinálni, jó? Akkor ezt felengedjük. A fene esseme... Essen bele, azt hittem már letoljuk. Ja, de most nem előről kell, hanem ettől a fázistól, ugye? Tehát igen, igen. Azért? Igen, igen. Jó. Mennyinél vagyunk amúgy? Nem tudom, én nem ezt néztem. Na, én sem. Hát jó, nem mint hogyha lényeges lenne, nézték. Csak hogy... Majd úgyis kiírja a végén, nem? Jaja. Elvileg meg vagyunk, jó kell, hogy legyen. Hol a boss? Nem akar jönni, vagy mi? Megunta. Érzi a vesztét. Az a baj, hogy nagyon sokat stunolnak ezek a rohadékok. Igen, azért kell mi hamarabb megölni őket, mert ha túl sok lesz belőle. Nem volt túl jó, hogy elvetve az egyik rendszerőt, most valószínűleg szobát lesz. Nem tudtam bevinni, vagy nem tudom. Ne vettek valami szellemet, mert a kremzés miatt problémás lesz. Nem tudom, én próbálok lehető leginkább itt középen szórakozni. Szellemet? Én még próbáltam egyet, kettőt fölvettem és próbáltam. Meg fogok halni, nagyon gyorsan próbáltam a külszet. Hát még lehet, hogy én is. Ja. Nem fest jól ez a dolog. Túl sok szellemet vesztek föl, és amiatt el kell használni a kremszerőt. Hagyjátok. Mennyi az a minimum, amit mindenkinek föl kell szednie? Egyet sem szabad, amíg nem sárgá. Ez a baj. Azt tudom, hogy nem szabad a kékeket, de hogy hányat kell, amikor tehát sárgából? Az összes sárgát, az a tuti, de egyet, kettőt még túlélünk.
mert berobbantja a meglévőket, mert nincsen fölvetve. Totem, fió, totem, az is problémát. Mindjárt szellem. Mennek most így jónak ke... Nem, a... Egy maradt csak, tehát hogy egy maradhat 25k élet alatt. Kettő maradt nekünk most. De kettőt bevittem, nem tudom, hogy... Ja. Mi történt. Ja, de csapatosan kell hatot összeszedni. Ja. Ja. Jaj! Köszönöm a szellemez. Ugye fajn szemed, ajj, csak tudsz is vidd be, de négynél több ne legyen. Te hol van a izém? Eltűnt, baszki. Miért tűnik el a izé középről, ahova be lehet vinni? Baszik el, használta valaki. Adok itt kaját egy kicsit túlélősebbre. Azon gondolkodok én is, lehet, hogy beküldök egy... mi a fenét? Mit is? Artyom take away brotot, hogyha esetleg nem jó, de majd mindjárt. Ennek jónak kell lennie így. Hát így toltuk le. Még régebben. Totem. Nem. Na most itt volt. Na most ügyesem. Egy potem van a bejáratnál. Túl sok szellemet tettek fel, álljunk valamit, hogy tök sokkal. Azek, hát de most például belelökött a szellembe konkrétan. És meg beledodzsolok. Hát ez így épp hogy. Kaptam. Mindjárt szellem.
kártya, és nyomja a cizé kristály, már kevés élete van. Na, pillanatban megjötte. Haladtam, hogy... Egyet, hogy meg kell csinálni mindenféleképpen. Na. 800 HP. Öld. Akkor már nem kell csinálni, és öld. Ennyi. Meg lesz. És van. Hú. Na, ez az! Igen, ez már azért izgalmasabb, mint pár hangyom normált nyom. Most voltam először healeren itt, úgyhogy... Igen? Ja. Szerintem ez nagyon szép. Ennél kevesebb volt az előző alkalommal. A végén nem szenvedtünk egy, azt hiszem az ilyen másodikra, harmadikra meglett. Most is másodikra, hogy harmadikra meglett. Runescribed comb, az mire jó nekünk? Csoda? A Rune Scribed Comb, az egy lead, de hogy mihez? Aha, valamelyikhez lead. Nézd meg, amelyikhez. Azt ki kell kutatni, mert ide nem gyakran jövök, úgyhogy ha esetleg majd kell lenni fog az a cucc, akkor majd mindenképpen. Küldik, ne hagyd benn. Azt nem. Valakinek a cucc, amit linkeltem, viheti. Szevasz, just hold my beer. Hello. Na srácok, megkentettük itt a főbosszt a Black Rose Prisonba, veteránon, egy órán belül vagyunk, ami úgy általában úgy kb. Jó, és hát egyszerűen csodálatos és ámulatba ejtő, úgyhogy fú. Jó, ez mondjuk egy kicsit azért úgy igénybe vette az embert. Leizzadtunk. Ja. Legalábbis én. Na, és mi pörögjön most? Ó, oh, Stylenet! Jaj, várjál, Stylenet! Hát most jut eszembe, nem neked volt Discordon a profilképed egy ilyen sárga, mosolygós fejecske? De valami ilyesmi volt, nem? Egyszer kértem tőled valamivel kapcsolatba tanácsot. Valami buildépítéses cucc. Hát tényleg, hát most esik le. Hát itt ilyen összefonódások vannak. Lehet, hogy valami PvP buildről volt szó. Franc se tudja. Na mit pörgessünk? Srácok, mi menjen? Ha van Necronban még ilyen mókás történet, akkor mehet az is tőlem. Ami ilyen közönségbarátabb, ami közben tudunk beszélgetni, meg ilyesmi. Nekem előbb most egy kis AFK-t fog pörögni, nem tudom hány perc. Utána, ha jó. Kérjük, én addig ezt a leadet, ezt megyek és kikutatom. Emegyünk egy kicsit addig, míg Nival visszaér kincset keresni. És a kincskeresés után... illetve a kincskeresésig kitaláljuk azt, hogy mi lesz a következő ilyen móka vonat, úgyhogy körülbelül... PvE DPS build volt? Akkor az volt. Akkor az. Azóta sokat sikerült tanulni a játékról, hála az égnek, tök jó. Na, kincset keresünk méghozzá. És kell csak, hogy mit ástál ki tanár úr, én nagy leades vagyok, én is így szeretem ezeket gyűjteni. Te is, ugye? Igen. Nagyon helyes. De szó, én is amúgy. Még én főként ilyen nagy házas bútoros ember vagyok, tehát hogy az ez a mozgató rugója a teljesítményemnek. Hát igen, az endgame az lehet többféle is ebbe a játékbe, ettől szép. Azt tudni kell eredről, tehát hogy ő nagy interiőr, nagy lagberendező, és a világ összes goldja nem elég ilyen esetben sajnos, meg akkor se, hogyha az ember keriránokat vesz triálokra, tehát ilyenkor nem elég a világ összes goldja se. Én ezt lehet, hogy nem fogom most megkeresni, mert ez egy ilyen zenedobozhoz van, tehát nem egy set, meg ilyen értelmes dolgok, hanem ilyen zenedoboz. Nekem meg Skyrim ez zenedobozom van már, úgyhogy ez nem annyira lényeges. Azóta lett, képzeld el, Style, 9 karakterem, mindegyik maxos és boldog vagyok. Van tank healer, DPS-ek, mindegyik karakterre megvan a PvP build is, ami úgy, hát úgy használható, nem feltétlenül meta, mert már nagyon-nagyon régóta nem PvP-zek, mert bélcsavarodást kapok tőle, tehát így nem igazán ildomos. És hát pörög.
pörög, piszkosul. De ne, nekem nem kell 19 karakter, hát ez hülyéskedsz, hát ez, na, túlzásnak érzem. Mindenből legyen. Mindenből legyen az a lényeg. Akkor viszont ebben az esetben lehet, hogy mégis valami csak más leadet fogunk összeszedni. A Ricsi kérdésére, a Ricsi 18-at, hogy mi ez a Stibonsos levél. Na, azt mondd meg neki. Általában az szokott lenni, amikor jön valami új tartalom, például amikor új dungeon jön, akkor van egy ilyen, hogy meet a karakter, hogy találkozzál a karakterekkel, hogy ki lesz a történetnek ott a szereplője, úgyhogy elképzelhető, hogy Stibbons és Lady Laurent lesz ismét ennek a következő esetlegesen a dungis dolognak a központjába. Tehát ugye ez az Endless Dungeon, amit mondtak, hogy jön majd valamikor ősszel, elképzelhető, de nyilván ez csak egy ilyen feltételezés. Feltételezés, ja. Egy tézis, egy... Igen, az eddigiek alapján, ugye az eddig Dungiknál mindig ezt csinálták, amikor jött az új dungeon előtte. Vagy akár lehet ez egy teória. Azaz. Ja, figyeljetek, hogyha van kérdés, azt most pörgessétek nyugodtan, most tudunk figyelni, meg olykor válaszolni is, meg legfőképp a srácok. Én meg addig kikutatom ezt a kincset, elmegyek kincset keresni. Mert akár egy random dungi is, vagy mit tudom én, bármi, akármi. Néztem, a mai pledge az a Stone Garden. Stone Garden? Igen. Az is kellene. Az jó, az mondjuk mókás. Főleg izé veten... Megint feltrengünk egy jót. Az biztos. Nem, eddig ez a izé volt a legjobb, amikor ott rohangáltunk a mi a fenébe. A Bastion? Aha. Az nekem tökre bejött. Olyan, ha ilyen van még, azt nyomhatnánk. Ja, gondolkodok, hogy van-e valami hasonló, de ez egy új dolog, amit most hoztak be. Úgyhogy így nem biztos, hogy hirtelennyébe eszembe jut. Bármi kérdés van, Ricsi, üvöltsé. Nem, tényleg apropója amúgy a mai streamnek is az, hogy most rengeteg új játékos jött, és ugye lehet látni a magyar csopiba is, hogy annyi kérdés van, mint égen a csillag, és mondjuk nem is csodálom, amikor így valaki egyszer csak így beszabadul ebbe a játékba, akkor nem tudja, érted, merre van arccal előre, és mik azok a trétek, mik azok a buffoodok, hogy ütnek ekkorát, mit tudom én, tehát hogy fölmerül egy rakat olyan kérdés, ami az embert foglalkoztathatja, amikor elindul a kalandozás Tamrielbe. Ott van a kis halom. Na, ezt fogjuk itt most kikutatni. Ja, a játéknak a szépsége, hogy annyi mindent lehet csinálni benne, az pont egy ilyen hátránya is, hogy az embert így azt se tudja, hogy amikor kezdje a játékot, hogy hol kezdjen neki. Úgyhogy tényleg bátran kérdezzetek itt is, vagy akár a Fekete Seregen, a Hungarian Lords-on, ugye meg a többi magyar plánba. Magyar szövődbe Warlock Brotherhood. Lehet még sorolni őket. Daráló. Mondjuk ugye a Daráló az nem kimondott guild, az inkább egy ilyen kis szerveződés, hogy ugye mindenféle különböző guildekből tudjunk embereket találni, mikor szeretnénk menni egy triát. Igen. De valahol azra mégis van egy Discord aktivitása, úgyhogy inkább abból a szempontból mondom. Igen, csak ugye én arra utaltam, hogy mind fizikálisan nincs egy guild. Igen. Mint mondjuk egy magyar szövi, vagy egy fekete sereg, vagy egy Hungarian Lords. Hát meg némelyiknél azért vannak követelmények is, tehát hogy... Hát az inkább kimondottan a triáltal vonatkoznak. Tehát arra nincs követelmény, hogy te mit tudom én egész nap housingolni, vagy virágot akarsz szedni, akkor nem követelik meg tőled az, hogy na legyen veterán arénád. Igen.
kell a 100k DPS az a virágszedés, ez bacsihat. Viszont az a biztos. Növény. Hát hogy ütöd le a növényt, hogyha ezért nincs meg a 100k? De ma már nem 100k, hát ilyen Arcanist buildek, amik vannak, hát itt már 110k-t kell megütni minimum. Hát lebímeled a virágot. Na. Írom. PS5-ön mennyire éri meg elkezdeni a játékot? Szerintem rengetegen játsszák ezt PS5-ön. Én megmondom őszintén, én hogyha választanom kellene, hogy hol játszanék, akkor biztos, hogy PC-n, egyszerűen azért, mert ha megnézed, őszintén szólva, sokkal egyszerűbb a dolog, hogyha ennyi addont használsz. És ezeket PlayStation-ön, hát most hogy rakod be, érted? Tehát, hogy nem lehet. Ezek mind olyan dolgok, amik így napi szinten könnyebbé teszik, mit tudom én, a napi kraftolást, vagy különböző indikátorok harc közben szólnak, hogy mit dodzsolj odébb, te hülye, meg különben megdög lesz. Tehát, hogy egy csomó ilyen hasznos cucc. Én PlayStation-on megmondom őszintén, nem szívesen játszanám ezt a játékot, de attól függetlenül mondom, rengetegen játszák, és nem zavarja őket, hogy nincs addon, meg mit tudom, tehát ehhez szoktak hozzá. Igen, van belőle a magyar szerveződés is, tehát nem kell attól félni, hogy játszópajtások nélkül maradsz esetleg, ha elkezdted. Így van, így van. Meg azért én nekem az a tapasztalatom így a magyar közösséget illetően, hogy sokkal normálisabbak az emberek, mint mondjuk egy Counter-Strike közösségbe, vagy egy... Most bocsánat, hogy ezt mondom, de hát azzal is játszottam nem tudom hány éven keresztül, meg hány ezer órát. De sokkal nyugisabbak az emberek, segítőkészebbek, és egyáltalán. Tehát én is, amikor mit tudom, kellett, és még nem voltam mit ezzel a karakterrel, Mastercrafter, jött Legatus, és konkrétan mindent lecraftolt nekem, amire szükségem volt, és még csak a nyersanyagot se fogadta el. Tehát, hogy így... Szóval hát, ilyenkor... Szerintem itt, aki Magyarországon, aki kezdte a játékot, szerintem 60%-ban biztos, hogy találkozott vele. Ja, valószínű. Tehát annyit kell tenned, érted, beírod ide, kiválasztod a Magyar Szövetséget, beírod, hogy hello, valaki tud-e esetleg segíteni nekem abban, hogy kraftoljon nekem egy tököm tudja milyen szettet, amire éppen neked szükséged van, egy tréning szettet, vagy mit tudom én mit. És mennek, és azt mondják, hogy jó van, akkor bemegyünk a guildházba, és akkor megcsináljuk. Ilyenkor azért illő vinni magunkkal nyersanyagot, hogy legalább ne kerüljön már nyersanyagba az illetőnek, de sokszor attól is eltekintenek, úgyhogy... Ja igen, ez egy jó kérdés, B-Fly, miért nem vagyok a Hungarian Lords-ban, de alapvetően vagyok. Hát vagyok, vagy nem vagyok? Miért ne lennék? Tessék, Magyar Szövetség, fekete sereg. Ja, nem, várjál, a Lordsban... A Lordsban nem vagy. Tényleg a Lordsban nem vagyok. Nem. De voltam. Vagy csak Discordon voltam? Szerintem csak Discordon voltam. De mentem veletek triálozni. Ilyen volt, arra emlékszem. Vagy nem? De. Igen, mondjuk többen vagyunk itt csak Discordosok, tehát én is Lordson csak Discord tag vagyok, mert ugye 5 guildbe lehet benne az ember, úgyhogy így sajnos már nem fér bele a listába. Ja, én most egy pár hónapot ugye streamelés miatt kihagytam így az esóból, ki is csesztek a Valinor kereskedő házból, úgyhogy hát sajnos ezt így bebuktam, úgyhogy meg kell írni Leandrának, hogy hát hello. Tök jó lenne, ha el tudnám adni a dolgaimat. Kocseri gold. Igen. Szevasz Kristóf, szép estét! Mi legyen a content, amit pörgetünk most ezután? Letolom itt a napi craftot, aztán utána erezd el a hajam részemről. Random dungi meg volt mindenkinek? Ja, mit csináltuk az összerúgó? Ja, tudod, bedobta. Ja, azt vágom. Hogy Niválnak is megvan. Mertük esetleg egy látványosabb dungiba, ami nem tudom, hogy a nézők látták, azt hiszem, mondjuk a Graven Deep az nagyon szép látványos. Graven. Én mindig szívesen megyek Scrivener Hall-ba, mert a... Könyvek együtt. Jó.
Jó kis leírók, Marcelok. Ja, oda nem megyünk. Oda nem megyünk. Izé mindenki leiratkozik, az szörnyű, az olyan hosszú. Jaj. Nagyon szép, hát minden világít, csili-villi, meg stb. Az biztos. Sárkányok. Az biztos. Menjünk akkor inkább, mit tudom én, egy... mindjárt nézzünk valami dungeon-t. Valami szépet. Nem adtam le hülye a napi craft questeket. És ezt te hogy szúrtad ki, Bifly, hogy nem vagyok a hulóban? Hát így fél lábbal vagyok a hulóban. Vagy nem tudom, hogy mondjam. Még kellett küldenem izét is, ne viccelj. Parsról képet, hogy mehessek triálozni. Bizony. Mondták, hogy nem úgy van az. Nem úgy van az, hogy csak jössz. Na várjatok, azt mondja, milyen dungit kéne menni. Nekem megmondom őszintén, a Crypt of Hearts egy a kedvencem, mert az baromi gyorsan megvan, de. Csak pont azonnal a lényeg, hogy olyan legyen, ami látványos. Igen, ugye? Igen. Tehát igen. Nem, amit már ezerszer láttak, hogy mit tudom, mi random normálban ja. Te mentél. Hát nem láttak sok ilyet. Black Drake Villa, Mókás, Bloodroot Forge, Castle Thorn, Coral Erit felejtsük el. Depths of Malatar. Na hát a Coral Erinek a hard módja, na az meg szerintem kb. Vagy az első, vagy a második legnehezebb négyfős tartalom. Ja, tehát az nagyon egy Black Rose szintű, tehát annak az utolsó bosszán, még azóta nerfelték mióta kijött, de így kb. Majdnem elsírtuk magunkat, amikor kijött. Tehát, hogy így se föl, se leérzésünk volt, de aztán meg lett végül. A Cauldron az például, az baró ilyen szempontból. A Cauldron az szerintem jól néz az ki. Is. Nem? Tehát az se rossz egyébként. Nem fogok motoregereket irányítani, Bifly, felejtsd el a Frostvaultot, vagy melyik az, az ugye? Frostvault, az. A Frostvault, igen. A legjobb. Jaj, az oké. Okay. Annak az egérmechanikája, az olyan szörnyű, az, én nagyon nem szeretem. Hát figyelj, én magam részéről egy Cauldron tökre szívesen mennék, az hogyha nem bugoltatjátok be a végén a boss-t, akkor nagyon szívesen. Majd még tudok egy olyat javasolni, esetleg valami olyan hámet nézzünk meg, ami neked még nincs meg. Jó. Esetleg, és akkor neked is egy kis újdonság. És... Tök jó. Mert például azt szerintem a Balsunát meg tudnánk csinálni például. Tehát a Balsunát például azt szerintem egy érdekes dungeon lehet esetleg a... Nem tudom, nézők között van, aki még Skyrim-ezett, vagy régebbi játékkal játszott, mert arra van egy-két érdekes utalás. Uh-huh. Mi van visszajön? Ugye még jön, ha jól értettem. Nem, most így megmondom őszintén, nagyon rápörögtem a Cauldronra, az olyan... Jó cucc. Az jó cucc a Cauldron. Én szerettem mindig is. Bak közbe. Na, hello, megyünk Cauldront. Megyünk Cauldront. Jöhetek a healeremmel? Tudom, hogy 3 TT-vel esetleg gyorsabb, de... Kaudronba? Az összem valakarsz. Ja. Na, van úgy... Van csapat akkor írtálok mindenkit? Van. Na, tanár úr... Nem, mit vagyunk csapatban? Hívok majd. Várj, kit hívok meg? Melyik karakter jössz? Kian Ruz? Hát a tank el akkor ezzel, vagy tankolni akar valaki? Nem tudom, meghívtalak. Részemről passzolom, nem vagyok így tankolva. Szerintem köztünk te vagy a legjobb tank, így... Hát akkor nyomjad. Így nagyon... Okay. Hát nem csak szerinted. Ja. Na ez mókás lesz, srácok. Mő. A dungeon címe a bogrács. Igen, a bogrács című dungeon-t fogjátok látni. Az üst. Itt csinálják a tézdik gulyás levest. Bizonyám. Ó, tényleg. Itt is lesz küldi. Na tessék. Hát, hogy nekem ezzel a karakterrel már szinte sehol nincsen küldi. Látom magam a tévébe! Úúúú! Hol vagy? Megnézhetnek? Direkt megnéztem, hogy hány másodperchez készik, hogy odaszaladtam az NPC-hez. Ja? 15-öt. De? Hogy? Annyit azért csak nem.
Lehetünk. Lehetne kisebbre állítani, csak akkor a minősége lenne szarra a izének, mert a dekódolás, ugye? Most kell nagyon figyelni, mert lesz egy ilyen pörgő csápos szem. Az kell nagyon ütlegelni, mert ez haragszik ránk. Igen, és dobnak leadet. Aj, bizony. Ó, azt már itt farmoltuk. Mora Viszperér. Hát de bárhol is eldob a szem a leadet, tehát nem pont itt kell azt farmolni. Csak ez volt a legegyszerűbb. Bejöttünk, leütöttük a négyet, aztán kimentünk. Reset, visszajöttünk. Igen, Kiri. Igen, Kiri. Itt is úgy épül fel most például ez a dungeon is, hogy van két DD, akik a sebzését felelősök. Van egy healer most, vagy te most DPS, vagy csak healernek álcozod magadat? Nem, healer vagyok most. Jó, tehát ered most a healer, őt látod zölddel. És miért nem látod a tankot? A fene egye meg, hogy miért nem látod a tankot. Figyelj, mindjárt lejjebb csúszok ott a tank. Meg kit akarszál? Kit akartam a ronda pofámmal, tudom, igen. Szörnyű. Nagy szőrös ronda pofámmal kit akartam a tankot. Igen. Így épül fel, igen. Szabadítsatok ki. Hogyan? Help. Oké, ki vagyok. Nem. Meg kell ölni a hálót, ami benne van. Már leöljük. Ezt most már leöljük. Drakó demonja. Néztem a párizsi csúcsaidat. Amiket Discordra beküldtél. Ma egy kicsit elrévettem így a Discord csatornámnak így a mi ez a... Milyen csatorna az, ahol a kajákat posztoltok? Foodporn, az volt az, igen. És ott megosztottad a párizsi csúcsaidat. Utána most egy jó párizs. Volna is van jó kis zsemlével. Mr. Shutdown meg a halapenyós pizzáját demozta ott. Átlakám benneteket. Mennek itt a sütik meg a mindenfélék. Jaj, ne kínózzatok, majd most nem lehetek ilyeneket. Hát hozzá be valami finomat, megvárjuk. Én addig eszek izé banános gumicukrot. Nálam ez mindig van. Köszi, bojtosad, csak... De nyugodtan, én múltkor horgáztam streambe, kimentem izé... fagyiért. Nem, csak most ugye... gyógykezelés miatt nem lehetek akármi, csak értem, úgy, ami jól esne. Azt viszont sajnálom. Akkor nem... Azért mondom, már reklámokat, ha szívesen nézem. Akkor nem zaklatunk fel ezekkel a dolgokkal. Ugye, biztos benyaltam. Kapod a jól időzített ultit. Júj! Jajaj. Jó, tudtam interruptolni, hála az égnek. Rohanós vagy ütős? Nem sietünk sehova. Nem sietünk, jó. Nem van a láda. Úgyis látványosabb dungeon-t akartam. Az ilyen szép, az ilyen tüzes, az ilyen igazi DK-nak való. Aha. Hát itt készítettem a nagy art fotókat így a karakterről, amikor készen lett a mi ez a szamurájos, mi a fene, outfit. Nem tudom, srácok, de én nem barbiztam gyerekkoromban, viszont az esóban minden ilyen jellegű dolgomat és vágyamat kiéltem, ugye a karaktergyártás során.
Tessék? Most nézd meg akkor a Barbie filmet. Nem nézem meg. Ők azt mondják, hogy... Teljesen más körülmények között nézném meg Robi Margot, úgyhogy... Vagy Margot Robin. Állítólag azt nem tudom, tudjátok, egy két nő összeverekedett a Barbie film vetítésén az egyik moziba, mert hagyták YouTube-ozni, az egyik hagyta YouTube-ozni közben a lányát. Megállt a film, meg minden, és ott összeverekedtek az anyukák. Azt a mindenit. Hát, na igen. Ilyen világot élünk, mi még régen filmet nézni mentünk moziban emberekedni. Azt az izét ébredve hagytuk, nem? Hát gondolom, az ember megölik az épérsek, de látod, nem itt szaladgálnak össze-vissza. Hát itt sztorizgatok, meg így el vagyok. Orosz krémtorta is volt. Ja, várj, itt Bazsi miatt nem mondjuk, bocsánat. Bocsi. De majd megnézem. Hát a föltöltöd. YouTube videókat nézni moziban a legjobb, az biztos. Nem is értem amúgy. Elmész... Ezt megpróbálom a teljes pásztor. Megérkeztünk az igazi élő triáldamihoz. Igen. Az élő triáldami. A triáldamami visszait. Ja, ilyet azért miért nem lehet ott forra venni? Hát, nem teszi a kanapét. Van már kicsi? Lesz a kép, van hírát, kérjük, kísérjük. Most nekem is új volt. Micsoda? Ez, hogy ezt így is le lehet ütni, hogy nem interruptolod, és akkor folyamatosan... Na, de ezt a kérdele lehet, hogy már belehaltunk volna régen. Már a 5.-6. tiknél meghaltunk volna. Hát, de itt van Ered, aki küldi, oszlatja, érted, az éterben a mennyei mannát, mi meg csak úgy szívkodjuk magunkba a jóságos jóságport. Ez történik. Hát ilyen... kicsit rákaptam a hírelésre. Kedvem van hozzá. Igen, mennyi nyugtató tud lenni, annyira a rotára nem kell figyelni. Sokkal kényelmesebb. A tankolj, ott se igazán kell rotára figyelni. Csak mindig a buffogat föl kell tenni, stb. Hát csak ott ugye de... sok egyéb ugye mechanikákat ismerni mindenhol. De nem rohadt unalmas tankolni? De most komolyan, most nem azért. Nem unalmas, mind a szar. És a DPS-el is nem unalmas, hogy megállsz nem. A helyen, azt nyomod a rotát, és kb. Úgy annyi? Nem. Én össze-vissza roll dodge-olok közben, meg ilyenek. Csinálok dolgokat, meg szórakoztatom magam, meg mit tudom én, összegyűlik a karv, örülök. Ki akar itt futtározni egyet? Nekem van berakva a speedba, hogy akkor, akkor te vagy az. Jelöltünk, majd rá. De azt jön, még üljétek azért, meg DPS-el. Látjátok ezt a nagy gömböt? Ebből szokták kiolvasni a jövőt. Ebből a hatalmasból. Erre csinálja a mechanikát, itt ezeket a kék gömböket kell a központival összekötni. Egy ilyen felvesz synergy-vel. Igen, és nem feltétlenül hármat egyszerre. Mert az, az erős lesz, de igen, mert mi most megbírjuk. Három adag boss fog, vagy mob fog lejönni. Így van. De hogyha egy helyen vannak, akkor még akár jó is lehet. Van egy olyan achievement, hogy csak hogy kettesével csináld meg, úgyhogy gondoltam megpróbálom egyszer, de nem ígérem, hogy menni fog. Egy jól időzített ultit azért benyaltak itt a mobok. És. Néha hármat is megbírok enni. Ja, na UDF-emmel szerettem nagyon csinálni, ugye? Direkt ilyen speedes karakter. Olyan, hogy még elhájdolva is fullon van a keppen ugye mozgás tekintetében. Hát, ezt a fullassú voltam. Na nézd meg. Megbotlottál ott a kavicsokba itt tenni a résznél. Ez volt a baj. Nem volt elég staminám az utolsó vizére.
Jó, látom, te is megvetted az Arcanistothoz a fegyverpakkot, nem csak én vagyok ilyen hülye, jó van. Helyes. Márhogy Bazsi. Helye. Nagyon szeretem. Én is hát azt raktam fel hozzá. Ilyen Doctor Strange akart lenni, és hát valami runás cucc az illik hozzá. Nagyon cuki. Figyelj, ezt az utolsó pillanatban mindig. Most már tényleg meg lesz, ha tényleg megcsinálom harmadjára. Na. Drukkolunk, szurkolunk. Ott van. Igen, mindig ilyen távol rakja nekem. Az egy Warden healer? Az mi? Igen, azaz. Ja, szárnyakból látom itt. Na, jó, feladom. Feladom. Na mi van? Nem megy? Akkor megcsináljuk egyesével más nem. Na, mindig pont a végére majd kifagyok. Meg aztán a speed buff majd mindenben van rakva. Nem, hogy szaladok én, gondolod egyszer. Akkor ott csinálj egy körte. Nekem az a baj, hogy mindig ilyen pont ilyen... Pont olyan hülye helyre rakja le azt a trutyit, amit be kell vinni. Aha, látom. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az éjjeli kunyhó live-ba. Sikerre jártunk? Sikerre jártunk. Siker. Jééééé! Mama, hozd a kamerát! Hát ehhez még ne, majd a végén. Amikor ma körözünk ott, meg pörgünk, forgunk, mint majom fügykösén a Stanecki. Az szép lesz majd. Én ott farmoltam izét, Baron Zaudrus maszkot. Meg is lett. Az most valami 50 millió gold, vagy mennyibe kerül mostanába? Nem tudom, de bőven. Nagyon bőven durva. 10 fölött van. Nagyon. Mert akkor 10 volt, mikor mi mentünk farmolni. De úgy örültem, hogy kiesett, ó, milyen szép is volt. Egy pillanatra mennybe mentem. Szerelmes leszel? Mr. Shaddan. Ha, ered megcsinálta, szép. Meglágyítja a szívedet valaki itt a cseten? Hát ez teljességgel lehetetlen. Itt az ulti. Ott a büdös nagy sárkány, azt tessék ütlegelni. Apád fülét. Mi az a 10% még? Hova? Na, azért. Megnézted őket? Nem akarom kimondani Bazsi miatt, de hogy megnézted őket, helyes. A párizsi csúcsait. Nem, erről a csúcsról nekem mindig így a jaltai csúcs jut eszembe, de ez most éppen párizsi csúcs lett. Úgyhogy nem tudom milyen, de a K2 ugrik be egyből. A micsoda? K2. Ja, a K2? Ja, aki szereti a hegymászást, az vágja. Hát persze. Szerintem azt, aki nem szereti a hegymászást, az is vágja. Egyszer azt mondta nekem valamelyik random, hogy ezeket a köveket, amiket itt elingördít mindjárt a játék, amik itt is voltak, egy pillanatig látszódtak, hogy ezeket nem szabad átroll-dodzsolni. Itt, amit szembe van. Miért ne szabad? Hát szerintem is. Hát így. Mert hogy szabálytalan. Hát mondom miről beszélsz? Okay. És hogy itt eddig gondolkoztam, hogy mert az, amikor ide beszorítod a bosszot, vagy boss-t, vagy boss-ot? Nem mondtas meg, tanár úr, már megjavították, de az ilyen feljelenthetnek érte. Így van, pontosan. Pont ezt akartam mondani, hogy én láttam ilyet, és ki kellett lépni. Nem tudjuk el? De azt akarom, hogy aktiválni, nem kapcsolatok azért partnert. Azért mondom. Ja. Nem mindenki ugrottatok, mint a... Ja, hát akkor halljunk, aztán csináljuk meg keménybe. Ó,
Én próbálom, nem akar nagyon válni. Akkor mehet a hard mode, gyerünk. Nézd meg, nem bírunk meghalni. Ott a tűz. Na, az majd elintéz minket. Azt megpróbáltam átugrani. Ez nem olyan, mint a kaptárba. Hú, ez de szép lesz, jó van. Ez egy ilyen kapaszkodj Malvin című szituáció, úgyhogy... Ennél most van 5 millió HP-ja, értelem felugrott. És már is 10. Akkor jön. Nem, gyerünk. Csapjuk neki. És még kiabál is. Rohadék. Na most jön a tűz. Ki, ki szedi a köveket? Szedem már. Jó, az jó, valami staffos kéne. Ja, egy tudok healing staffal dövöldözni vele. Én megütöm, amennyi, amennyire tudom. Úgyis csak ehhez értek, mert amúgy izé vagyok. Mi vagyok? Dami... Nem tudom, nem tudom megegyezni, mi vagyok. Dami huszár. Igen. De. Az mi volt ez a vezércsel? Mivel? Hát az elejére, mi ott van? Áthúztad a boss, tök jó. Megint jön a tüzecske. Most már azért nem tudom, boss lennék, megdöglenék lassan. Na, ott a vége, fuss el véle. Hú. Hát igen, ezt kellett volna kihagyni. Baron Zaldrus maszk. Nem az, ami kéne. Nem, a, ne, ne, nem a style page, nem a style page. Mi már majdnem, pedig már majdnem. Én is lepődtem volna, hogy elsikít. Hát azért régebben felsikítottam volna, de most már azért annyira nem ugyanis, most már valahogy így nem annyira számít a gold. Bár hogyha elkezdenék mi a fenét kerirálókat venni, akkor valószínűleg számítan. Jaj, basszus, képzeljétek el, megnéztem most a Armada Carry Group, vagy mi az? Ti tudjátok. Ja, amit mondtunk. Igen? Na, valami 80 euró volt egy rán a izéból? A... Serif. Aha, igen. Na. Veterán. Goldról beszélhetünk. Real Money-ról nem. Ennyi. Hát ez sokan... volt kiírva az én, ez volt kiírva a honlapjukon. Tehát elrettentő példaként mondom. Tehát elrettentő példaként. Tehát nem is kérhetnek érte pénzt. Tehát, hogy hát persze. Goldot kérhetnek, de pénzt nem kérhetnek. Így van, pontosan. De attól függetlenül meg csinálják, és úgy néz ki, hogy működik nekik ez a történet. Hát most tudod, ezt hogy tudod leellenőrizni, érted, hogy most az keri rám volt, vagy nem keri rám volt? Hát ez ugyanaz, mikor ugye valaki goldot hirdet izéért, rendes cashért. Ja, az se szabad. Az se szabad. Pontos jártunk úgy, hogy az egyik elég jó barátunk csinált egy ilyen hülyeséget, hogy csak poénból beírta, és akkor valaki komolyan vette, jelentette. Ki is bannolták. Az mondjuk cinkes. Ja figyelj, valaki mondta közületek, hogy mikor van neki triája ma? Nekem lesz majd 10-kor. 10-kor, jó. Oké, pörgessünk még valamit, vagy... vagy láttuk részemről, én benne vagyok. Én is, nagyon szívesen. Jó, egy valamit még toljunk le, nem tudom mi legyen az. De ahogy érzitek, bármi lehet. Van esetleg a közönségnek valami kívánsága, hogy mit nézzük meg?
milyen jellegű legyen, ilyen dungeonös, mint amit most láttatok, olyan már ne legyen, mint a Black Rose Prison, vagy esetleg olyan legyen, mint amit legelőször láttatok, ahogy bolyongtunk ott egy bizonyos helyen, és akkor különböző mobokat végeztünk ki, meg összeszedtünk dolgokat, meg hasonlók. És mondanám, hogy ugye Kroglonban is van egy rakás ilyen grupos dolog, de nem tudom, szerintem annál érdekesebbet is tudom mutatni. Gragiba nagyon is érdekes köldik vannak, ha tényleg egy ilyen napi köldit megcsinálnánk. Na, az a... ilyesmény az voltam. Jó, úgy, csináljuk. Legyen akkor az. Egy ilyen zöld napi köldik. A dungeon jobb volt, azt mondjátok? Hát vagy bevegyünk Cilóba, azt mondtam. Ne, azt mondjuk megcsinálnám szívesen, hogy ugorjunk egy hatalmasat. Ugorjunk. Cilóba van egy egész magas hely, de még acsi is van talán, hogyha leugrasz. Hát jó, csak általában a vízbe kell érkezni. Az a Vroszgáros. Vagy a Vrodgár, akkor az. Hát majd, de hát az is egy megoldás, hogy a közönséggel megszavazhatjuk, hogy ki csobbant legszebben a vízbe. Jó. Jó, jó, akkor menjünk Vrodgárba. Hol van az? Nagyon jó kérdés, remélem, akkor erre tudja. Skyrim. Na, tudom egyébként, csak nem ezen a Karim, ezzel csak dungizok. Átváltok a fő Karimra, mindjárt jövök vissza. Srácok, itt most cukahara ugró verseny fog következni. Megkeressük a játék egyik legmagasabb pontját, és onnan a díszes társaság és az elképesztő skillekkel és tájékozottsággal a játék terén megáldott banda fog hihetetlen forma gyakorlatokat véghez vinni, és ennek megfelelően ti fogtok szavazni, hogy melyik ugrás hány pontos volt, és ezt különböző ilyen skillek elsütésével és egyéb ilyen dolgokkal fogjuk színesíteni. Úgyhogy ez a hadi terv, így a fennmaradó pár percet illetően, úgyhogy kezdődjék hamarosan a mutatvány. Most valamilyen átlogolás zajlik éppen. Igen, én van a Karim. Azzal jobbakat lehet ugrani. Ja, várja, lehet, hogy akkor nekem mással kéne ugranom? Hát egy jó outfit már, de szerintem egy plusz 10 pont minimum, nem? Jó, akkor hozom az egyik legszebbet. Nem tudom, melyik a legszebb. Akkor csaj karakter kell nektek, mi? Gondolom. Hú, hát akkor vagy medve is jó. Ha valaki többször pattan és túléli, az több lett pont. Hát így pattogni nem láttam még karaktereket ebben a játékban, de melyik lenne a legszebb? Van olyan, igen, van olyan helyzet. Melyik karakter lenne a legszebb? Hát biztos nem hát ez. Hát nem ez. Hát ez már alakul, a zöld szemű. Ez nem tudom mi. Nem ez a zöld szemű, akkor nem van a DK-mat. Azért ez a tankom, ez valljátok be, hogy ez úgy néz ki, ahogy a nagykönyvben meg van írva, mi? És hogy nem te tankoltál akkor? Hát, ezt mit tudom én, nem tudom, rühellek tankolni, unalmas. De mondom. Hát napi random ott lehet. De... Akkor majd a Stone Gardenbe tankolj meg egyet HM-be létre, és megnézzük, mennyire unalmas. Ja, az mondjuk igaz, tehát ilyen esetekben... De ilyen egyes zónákat akarják tankolni, azok tényleg unalmasak, tehát DLC HM, akkor jó, mehetünk korábba. Korábban az utolsót letankolod, akkor nem értem. A kiskutya fülét nivál. Én nem, Koráleri az amúgy is egy olyan rész, amit így egyszerűen nem szeretek, ott ilyen rákok vannak, meg ilyen félig vízbe vagy, vizes lesz a lábad, nem. Na, ugorjunk egy cukaharát, csak még mindig nem tudom honnan. Pedig ott van az izé, a Tony a Tiger, aki ugye meg a Kellogg's-nak a... Tony a Tiger? Másik kedvenc magunk. Ja, van egy nagy kazsit, és akkor az egyik csávó elnevezte Tony the Tiger-nek, hogy a... De tényleg úgy néz ki. Tony a Tiger. Ott van már a helyszínen? Erre? Majdnem. És nekem is gondolkodnom, hogy pontosan hol van az ugróhely. De kb. Itt van, ahol vagyok. Azt hiszem ez a tó... ott, ahová... De te hol? Nem is vagy a barátom ered. Nem vagy a barátlistámon. Hát mert én invitolom a csapatot. Te vagy a csapatindító. Igen, ezt meg kell... Kaptál is invitolt, csak voltam. Orvosolnunk kell majd, tanár úr. Tessék? Orvosolnunk kell majd. Orvosoljuk. Orvosoljuk, határozottan is. Kérem, meg tudjátok mutatni, hogy kell rendezve venni.
Bazi, te hol vagy? Még logolok. Ja. Azt mondja, hogy elfoglalt vagy, és nem tud be joinolni. Na most, kaptál elvileg invitot. Azt mondja, megint elfoglalt, hogy logolsz, hogy mit csinálsz tanárok. Most értem be. Itt vagyok. Én is. Valamerre... Hát én azt mondom, és a másik tó lesz. Arra lesz. Igen, a másik tó lesz, összekevertem már. Itt a Wrothgardban minden annyira ugyanúgy néz ki. Egy csupa hegyi szikla. Nem tudom, hogy az orkok hogy tudnak itt élni. Hát azoknak mindegy. Legyen nő, meg izé, meg hús, meg bor. Meg fejsze, és megvannak azok. Ott van? Másiknál? Vagy ott, ahol ti vagytok, vagy itt, ahol én leszek. A tudom, van egy NPC, ami mondja, hogy ugor bátran. Hú, ez most nagyon visszhangos volt. Bocsi, tehát hogy van egy NPC a környéken, ami mondja, hogy bátran ugorjál. Vagy nem lesz baj. És... nem, az egy kisebb tó. Nem, tehát nem olyan nagy, mint ahol most vagyunk. Én úgy emlékszem, hogy ez volt, amikor itt volt, de most már lehet, hogy tényleg én is és összekeverem. A favágó Kajit meg Tiger Woods? Igen. Igen, meg a zanos, meg bovos felszerelt emberke, meg a zanbó Jimmy. Jézusom. Jézusom. Igen, erednek a megtalálmány. Hogy igen, kell oda fölmenni? Nektek adok igazat, lehet, hogy nem ez a tó az. Valamire úgy emlékeztem, ez a Sky Shardos, de igazából meg tudnánk nézni gyors a Wikibe. És erről nem szólunk, mondjuk. Hát mert miért lenne probléma, hát? Ó, pedig ja, de itt nincs víz. Te bárki azt mondja erről a játékról, hogy ő mindent tud róla, az hazudik. Az a baj, hogy még a készítő is se tudnak róla mindent, és ez a baj. Na hát, ja. Ja, ja. Na ti hol vagytok mindjárt, most amúgy? Mindjárt mutatom, hogy... A sírások a zsit, meg a sírkán? Igen. Igen. Ez egy nagy... Na, ez végre egy jó meglátás. Na, honnan ugrunk, mi le? Hát én most kerekedőzök a többiek. Igen, én is még megnézem egy helyen, ahol mi szerintem gyanús. Már túl bonyolítottuk ezt az egészet. Úgy emlék, hogy egy nagyon picike tó, és a legkisebb tó az ott. Na, hova mentél? Ennél a tónál lesz, ha ránéztem. Az lesz a picike tó? Biztos nem volt. Igen, itt vagyok, meg vagyok, itt van. Ha? Megvan? Na. Igen, itt az NPC, aki bátran mondja nekem, hogy bátran ugorjak. Nem lesz semmi baj. Lökjük le őt, akkor az nem jó? A glotum. Aha. Ezt fogjuk meg minden négyet, hogy dobjuk le. Várjatok, gyorsan. Valakinek van egy bóba rakva, magnum shot? Le akarod lökni. Azt mondják a cseten, hogy a nordok orkolt pulóvert hordalak. Úgyhogy vigyázzatok. Egy pillanatot kérem. Aztán lesütért nálad a gamma. Kinél? Jó, éjszaka van. Nálad. Ja, hát mert éjszaka van, hát most nem tudok tenni ellen. Hát egy, de... Nincsen figyelj, nálam az alkas hourglass a zsebembe. Na? Na ez hány pontos ez... Figyeljetek, nézzetek az alkot. Hagyjad. Vajjad. Lelökten? Ha nem vártál meg. Na várjál, ugrok én is a seggest. Yeah. Messzire ugorjál meg, a beton alattunk. A franc egye meg Geronimo. Ez túl kell élni. Lepoppolt már a gontom. Én túléltem. Basszus, ilyen messze nem szabad elugranom. Várjál, mindjárt fölmegyek én oda. Jaj, de én is elugrottam. Hallod, az NPC-t túlélte, ott van lent a kövön. A rohadék. Ha milyen armorja van? Várjátok, most egyre. Hogy kell visszamenni oda? Nem értem el a vizet. Hogy kell oda visszamenni? Vésrájnál, hát itt fölmész a hegyekbe, itt bal oldalra, fölfele. A vésrájnál élet, az is jó, ha megint meghalsz. Hát akkor már inkább. Egyszer meg akarom csinálni, hogy túlélem, és akkor megvan az achievement. Hát behúzza. Na hát.
Na jó van, srácok, szerintem én elköszönök, jó? Ezt már befejezzük ezt a menést. Amúgy is reggel 9-től 2-ig streameltem, 5-kor meg újra kezdtem, vagy 5.30-kor, vagy nem tudom. Úgyhogy szerintem én elköszönök szépen. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a díszes társaságnak itt ezt az elképesztő ránt itt, ami folyt itt az elmúlt pár órában. Tehát nagyon szépen köszi Bazsi, Ered és Nivál, úgyhogy nekem nagyon tetszett ez az egész, remélhetőleg a nézőknek is. Rohadtul élveztem, úgyhogy mókás volt ez az egész. Ha esetleg még van kérdés, akkor arra gyorsan válaszolunk, de szerintem már mindent föltettetek, ami érdekelt benneteket. Igyekeztünk erre válaszolni. Továbbra is az a cél ezekkel a streamekkel, hogy azoknak, akik újdonsültek lennének a játékba, azok választ kaphassanak erre, arra, amorra, ami érdekli őket, meg amivel kapcsolatban elakadtak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk holnap reggel 9 órától, beszélgetős indul, hozom a témát, de ha még esetleg van valami, ami érdekel benneteket, az pattintsátok be Discordra, legyetek oly kedvesek, ott vannak a linkek, különböző social media cuccok, lehet nyomogatni őket. Köszi szépen, hogy ennyit nézitek a TikTokot, meg az Instát, meg mindenféle cuccokat. Minden stream visszanézhető természetesen a YouTube-on, és köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok, köszi a támogatást, és álmodjatok székeket, meg mindent, ami a modern háztartás alappillére. Köszönöm a kitüntető egész napos figyelmet. Holnap folytatjuk beszélgetős Ratchet & Clank, és ki tudja, hogy mi lesz még. A Ratchet & Clank-et holnap befejezzük, az egészen biztos. Na, szép estét mindenkinek, és jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Szép estét mindenkinek! Bye-bye! Halli!